az első mappunk Amphion, és baloldalt felső sorokban spawnolt terren játékosunk, zöld színben Koi. Így van. Még az alsó sarokban, az ellenfelem jelenleg piros protoszként, ugye Phonebox. Kicsit leveszem én az in-game hangot szerintem. Tudom mennyire zavar be a streambe. Szerintem rendben van, legalábbis nekem nem zavaró. És akkor nézzük, hogy mi lesz a standard build-el kezd mind a két játékos. Így van. Tőlem is ugye jön a Rax, jön a gáz, még ugye Phonebox-tól is jön egy gáz, egy gateway, ugye boostolja a próbokat. Igen, és a gateway után el is ment scoutolni. Így van. Na, én szerintem levettem nullára a game hangot, és sokkal jobban hallak téged is. Oké, egy picit közelebb vettem azért a mikrofon, meg hangosabban fogok beszélni. És igen, a szokásos kis idegesítés, a barakot építő SCV-t megtámadja a prób. És így van. Készül is a Reaper. Még most indul a Cybernetic, és abból jön majd az Exp Phonebox-nál. Így van, ugye jön is a Nexus, jön a Cybercore. Ugye teljesen standard. Te is on location építed a Command Center-t. Így van. És akkor követjük a Reaper-t. Megnézzük, hogy mire megy. Igen, ugye jön is a standard adept kezdés. Itt a Gateway viszont. Research az egy kicsit megcsúszott. Igen, és nincsen boostolva. Most kezd csak boostolni az adeptet, Phonebox. Így van. Itt, ha jól emlékszek, ezt az egy próbot igen, az sikerül is leszednem. Igen, és megérkezett az adept, készül a második. Igen. El is vesztettem. Ugye tőlem jön egy bunker, nem sokára kész a CC. Közben... Közben jön egy robó. Így van. És a Factory is mindjárt befejeződik nálad. Lassan kész lesz a második gáz is. És jön a csere. Közben a két adept. Két darab Cyclone. Ugye a két adept az közben indul felém harasolni. Igen, egy marin szépen bencsücsül a bunkerben. Igen, ezt az egy eszült, ezt el fogom veszteni, ha jól emlékszek. Hát az adeptek itt megálltak egy pillanatra, de igen. Igen, itt ugye nagyon sokat lát Phonebox-tal az adeptekkel. Igen. Közben megjöttek a cyclone-jaid, úgyhogy az egyik adeptet el is kapod, és szerintem a másikat is. Szépen. Kettő SCV, igazából a mule-okkal ez az economy teljesen rendben van. Közben elindítja a plusz egy földi atakot Phonebox, és készül az első immortál. Így van, és érkezik a Robotics-ből, amiből arra lehet következtetni, hogy vagy Colulek, vagy Disruptor. Úgy bizony. Közben... Itt megvan a négy darab Cycle, jön a következő kettő. Közben elkezdi a Colossus upgrade-et, Phonebox. Úgyhogy valószínű Colossus lesz belőle. Annyi, hogy ez a plusz egy, ez nekem egy kicsit nagyon korai, legalábbis én szerintem. Legalábbis én annak gondolom, tehát ugye az nagyon-nagyon early, tehát 5 perc előtt vagyunk. Ugye közben próbáltam egy
megpróbáltam egy kicsit harassolni, de ugye az egy darab immó, kettő darab stalker és a batteribe inkább nem pusholtam bele. Igen. Közben érkezik egy observer, amivel kicsit deríti a pályát. A Fonbox. Így van, ugye kicsit megnézed a rally pontját itt a... az én részemnél, akkor elég... az elég egész... Igen, az egész pályát fel akarja deríteni. Pont. Így van. Pontosan. Közben elkezdted a harmadik Command Center-t is. Így van, jön a révem. És az, amit szerintem Fonbox ugye itt beáldozta ezt a, ezt a plusz egy, illetve a kolót, illetve az early upgrade-et, arra, hogy nem, jön, nem érkezik harmadik, pedig ugye minerálja az lenne rá. Igen. Viszont érkezik a második robó cserébe. Így van, és hogyha megnézed a Fonbox Visionjét, hogy nálam mit látott, igazából a harmadikat látta, és látott egy darab reaktoros faktorit, azon kívül semmi más, és igen. Nálam épül a két faktori, illetve jön a második armory, tehát nálam egy megplay lesz. Igen, és... És ugye itt érkezik Fonboxtól ugye egy, hát nem tudom, egy, artos, egy elég furcsa pályon ugye ide a... Igen, itt a... Sivénybe. Hát a Reaper útvonalon lényegében is csak most teszi ki a harmadikat. Így van, ugye te pedig szépen kimájnaltad, és itt át is tudod reptetni. Ez egy elég jól védett bázis lesz most. Közben Fonbox továbbra is derít egy próbbal. Próbálja megnézni, hogy van-e esetleg harmadik bázisod, vagy negyedik? Így van, ugye tőlem is közben érkezik az egy per egy, ugye a upgrade-ekre érkezik ugye a Blink Chronosa folyamatosan, érkezik a plusz kettő, jönnek az immortálok. Igen, és... Ugye nem olyan rég kezdte Fonbox a harmadikat, tehát ugye igazából 7-15-7-20, itt már majdnem, hogy a negyediknek kellene épülnie. És ha megnézed a worker count-ot, ugye három igen, worker te vezet. Igen. És ott vannak a még a mule-ok, ami brutális előnyt tud biztosítani. Így van, tehát ugye azért ez Protoss ellen nem is a legjobb, és nem is volt ugye worker kill-em, tehát úgy vezetek most már 8 workerrel, hogy nem is volt ugye worker haras. Igen, közben kirakta a negyedik bázist Fonbox, illetve cseten írta... Cseten írta, hogy ez a pylon ez azért van itt, hogy scoutolja a droppot. A droppot, igen, most már megvan nekem is. Igen, tőlem közben ugye érkezik a Cyclone Speed Upgrade, jönnek a Liberátorok. Igen, jönnek tankok. Fonboxtal érkezik egy Prism, érkezik a Charge, érkezik még egy Forge, illetve további gateway-ek. Az egy próba, az elesik. Itt ugye látom a valószínűsíthető ötödiket. Legalábbis én itt már gondoltam, hogy ez az ötödik lesz. Igen, és szépen tol vissza az armival. Nem állsz bele a fightba. Nem, illetve tőlem már készül ugye a negyedik béz, ugyanúgy ugye mint Fonboxtól, annyi, hogy az övé az már készen van. Most már rájött ő is, hogy ugye kevés a worker, úgyhogy négyesével production-ölje a próbokat, közben érkezik ugye egy Darkshine. Uh-huh. Itt az a Canon az éppen pont jókor készül el egyébként. Igen. Mind a kettő. De így is lesz azért egy pár problós. Igen. 6, 10, 11, 12, 13 próbot sikerült. Hát ez... És ráadásul egy slow pylonnál warpolta be Fonbox a stalkereket. Így van. De érkezik a... plusz egy pajzs ugye a Grand Unitokra. Tőlem ugye már repül ki a negyedik, készül az ötödik, jön a 2x2. Tehát igazából
upgrade-ekben nagyjából azt hiszem egyenlőek leszünk, ha jól emlékszek. Mert ugye plusz 2 van csak phoneboxnál, ugye nálam az 1/1 az megvan, jön a 2/2. Igen, közben kiszúrod a pylont, egy cyclone, az szépen le fogja szedni. Viszont itt mi volt az elképzelés? Itt ugye kíváncsi voltam rá, hogy a phonebox esetleg itt ugye az oldalsó alsó base-t elvitte ugye itt baloldalt, vagyis hát fölötte a main base fölött, illetve kiszedte a mineral patch-et, mert ugye én ide raktam ki a negyedikemet, ugye ide a map közepére, úgymond, szélső közepére. Ugye így azért egy kicsit könnyebb a harast megfogni, ha látom, hogy ugye megvan az összes mineral patch. Ugye most körbe szkenneltem phoneboxot, látok mindent, plusz ugye supply blockban is van. Igen, úgyhogy úgy gondolta, hogy a warp prismet elhozza, és majd azzal egy runbyte előkészít, de supply block miatt ez még nem indult el. Így van. Közben ugye próbálom kirakni az ötödiket, de ugye itt jön egy elég szép nagy protoss army. Igen, ami vissza is fordult. Igen, annyi, hogy tőlem közben ugye készen lett a Fusion Core, illetve mire phonebox idejére, addigra készen lesz a 2/2-m is. Illetve neki is szerintem a plusz 1-es armorja az készen lesz, így van. Igen, megvárja és utána támad. A liberátorokat elhelyeztet pozícióba, de egyelőre még ebbe a helyzetbe nem támad bele. Most jön a fight. Igen, ugye próbálom belehozni a tank tűzbe phoneboxot, de ugye ez a 4 immortál, ami itt volt az elején, az azért elég nagy damage-ot ki tudott osztani. Igen. Ugye itt az a liberátor, ez nem csinált semmit, ugye azt free-ben elvihette phonebox. Itt ugye igazából az egész armiumot elbukom, ugye a tankok azok azért maradnak. Igen, maradt egy pár, amivel tudod védeni magad, hogy ne tudjon csak úgy egyszerűen felsétálni phonebox, de az ő armia is azért megszenvedte ezt a támadást. Így van, ugye érkezik rengeteg charge lot, annyit közben makróban tőlem érkezik a plusz 3 a tankokra, plusz 1 a liberátorra, illetve az advanced ballistic ugye a liberátor range. Na de nézzük itt a fightot, ugye itt ugye nagy nehezen fel tud jönni phonebox. Igen. Betöri az ajtót, és próbálja kiütni az egységeidet, de nagyon jó a placement, elég sok damage-et osztasz ki velük. Na igen, ugye itt közben 4 High Templar a háttérben el volt maradva. Igen. Most morfolja őket Arkorra, és ugye vesztettem 7 darab SCV-t. Igen, hát azt a tankot elbírta volna még vinni, hogyha hagyja, hogy még egyet rálőjön valami egység. Így van, ugye tőlem már jönnek a torok, jön még pár darab Cyclone, közben phonebox ugye elkezdik kimájnolni ugye ezt a mineral fieldet itt oldalt. Igen, és egy újabb robót hozzáad a productionhoz. Így van, ugye az ide jön a negyedikre ez a robó. És amit ugye itt viszont hiányoltam, és ami miatt ugye hoztam a Liberator switch-et, vagyis hát az, hogy több Liberatort hoztam, az, hogyha megnézed a phonebox armiát, van 2 darab arkonja össz-vissz, ami ugye levegőre lő, illetve van 3 darab stalkerja, most már 4 darab arkon, bocsánat. Tehát nagyon-nagyon kevés az a unit, ugye, ami erre is támad neki. Ugye itt közben visszarakom szépen az ötödikemet. Igen, közben már Thor is érkezik tőled. Így van, ugye a phonebox nagyon jó egyébként. Phonebox DT-ket is rakott a runbyba, de még nem indította el. Így van, és ugye van Shadow of Strike is, tehát tudnak blinkelni a DT-k. Igen, és most azon gondolkodik, hogy betámadjon a negyedikre, meg is indul. Phonebox. És azzal együtt az ötödikre is ráhúzza a rambájt. Igen, ugye itt ugye elvesztek egy base-t, illetve 21 SCV-t, ugye még a másikon is, illetve elvesztem a
az ötödik bézemet is. És ugye hát én itt azt hittem, hogy Pombox megver. És hát nagyon közel állt hozzá, de ugye itt ebbe a fight-ba nagyon nagy kár volt neki belemenni. Igen. Nagyon szépen a rámpa tetején védted, ő pedig nem tudott feljönni, és nagyon sok egységet bukott az armiból. Így van, tehát itt az a három darab zelot az fel lesz számolva. És ugye közben én folyamatosan követem itt a, az alsó sarokból ugye Pomboxnak az armiát. Igen, illetve a liberátorokkal is felszigyelte, hogy ne legyen könnyű dolga megtámadni. Így van, és... Igen, hát ezen a battery overcharge se segít, akkor a damage output. Igen, tehát azért ez itt van. 2, 4, 6 darab tank, ugye az nagyon-nagyon sok, 7 darab tank, bocsánat, nagyon sok. Illetve van még 4 liberátor is. Igen. De közben ottból felszámoltam ráadásul, a rámbájukat. Ráadásul ugye megvan a plusz 3, ami még extra damage. Így van. Kaptak az egységeid egy Stormot, de hát a Storm az mechanikai egységek ellen nem a leghatékonyabb. Igen, itt ugye Pombox próbál belém, vagyis hát fogást találni rajtam, hogy egy darab tankot próbált leszedni, de az se sikerült neki. Igen. Közben két torral a mainben intézel damage-et, és Fombox úgy dönt, hogy ki vonja az armiát, és inkább elszenvedi a damage-et. Aztán igen, mégis meggondolja magát. Fombox elvesztette a Cybercore, tehát ugye nincsen Stalker, ami ugye nekem azért is jó, mert jelenleg van három darab Stalkerja össze-vissza. És illetve ugye az arkónok. Igen. Elkapják az egyik tort, és a másik túléli, de ráhúzza az armit Fombox itt a maradékra. Igen, battery ugye... overcharge-al, de az nem segített sokat. Így és... van, és ugye tőlem jönnek folyamatosan a Thor Liberator Helbet. Igen, ráadásul itt az ötödik bázison áll, szépen itt van egy army, ami véd. Úgyhogy ha kell, akkor még utánpótlást is tudsz küldeni rendesen. Közben érkezett egy Void Ray. Így van, ugye azt Pombox vissza is húzza, egy darab tankot sikerült neki elhozni. De ugye tőlem közben megvan már az ötödik. Ki tudtam rettetni az ötödiket. Illetve készül ugye a hatodik CC-m. Igen. Közben készülnek még arkonok, pedig összeszeded az armidat. Igen, itt ugye ezek kicsit idegesítők ezek a DT-k. De ugye egy liberátort majd itt fogok hagyni. Igen, főleg úgy, hogy tudnak blinkelni. De így van. Így, hogy van detection. Így a liberátor könnyűszerrel majd legyőzi őket. Közben egyébként Pombox úgy dönt, hogy bal oldalról betámad. És nem nagyon van itt semmi, amivel tudnád magad védeni. Igen, de ugye itt Pombox ugye visszavonul. Igen. De pedig úgy döntesz, hogy elkezded mozgatni az armit. Igen, ugye itt kiszedem ezt a rokkot, hogyha esetleg úgy van, akkor ugye könnyen át tudjak én is érni oda. Itt ugye az a CC egy kicsit elmisztelt itt. Ön követi szépen az armimat. Igen, közben Fombox is összeszedi az armiát. Egyébként Army Supply-ban Koi vezet 40-nel, tehát 114 a 74 ellenében. Így van. Ugye próbáltam azt kell prizmot keresni, mondom, honnan jönnek a rámbályok. Igen, itt egy zelotot elkaptál, itt jön a én másik, de... a másik zelót is. De aztán Fombox úgy ítélte meg, hogy biztos kiszúrtad, hogy pontosan hol van a prizm, ezért hátra viszi. Nem tudom, hogy tudtad-e. Hogy? Hogy hol tartotta a prizmet. Nem. Különben ugye a Cyclone-ot leszették volna. Uh-huh.
Igen, most megpróbálja átmozgatni a másik oldalra, és pont az armit fölött. Igen, úgyhogy... és ugye a prizmát azt sikeresen elkaptam, tehát ugye rámbájaim azok nem nagyon lesznek. Igen, és akkor egy újabb fight. Nagyon szépen liberátorokkal kialakítasz egy ütköző zónát. Tankok mögötte. Torokkal rász, viszont a liberátorokra ez a storm azért brutális volt. Így van, de így is nagyon nagy damage-ot osztanak ki azok a liberátorok, igen. Illetve ugye a tank is a háttérben. Ráadásul egy életben is marad. Így van, plusz ugye azt a majdnem az összes tankon megmarad, még ugye Fonbox el fogja veszíteni itt a naturát. Igen. Igen, ráblinkel a tankokra a stalkerekkel, de van egy hátul, ami ilyenkor nagyon sokat tud damage-elni. A, a natut teljesen leszetted. És most már zállatok jönnek. És ugye ismét elveszett Fonboxnak a Cyber Core-ja. Úgyhogy Stalker ismételten nem lesz. Ami nem is nagy baj, mert ugye tőlem viszont jön vissza ez a Battle Match stílus, ugye ez a Cyclone, Helion. Igen. De igazából nagy látom Fonboxnak a... Ugye nagyon nincsen armia, tehát ugye a 30-as army supply-on van az én 130-as armimhoz képest. És ugye itt igazából a teljes tech-et elveszíti, ugye elveszíti a templárokat, a DT Shine-t, a Stargate-et, a Forge-okat, az összeset, illetve a Java Gateway-t, ugye ami a main base-en volt ugye teljes mértékben. Elveszett, és szerintem még itt a Fonbox main base-en, ami volt, egy egész szép army meg is maradt. Igen. Itt két tor, Cyclone-ok, pár helbet. Fonbox gondolkodik, hogy beletámadjon, de aztán inkább a rámpa alján megáll és vár. Megpróbálja megvárni, amíg lejössz, hogy ott kapjon. Igen, el. De én meg nem fogok lemenni, vagy mégis. Hát így felajánlotta, egy picit visszahúzta az armit. Az armiban egyébként ott van egy hős prób is. És akkor most így egy van. kicsit követ. És egy pár egységet leszed, de liberátorok már megérkeztek, úgyhogy fedezi a visszavonulást. Igen, azban nekem is megjött a reinforcementem. És ugye igazából army supply-ban vezetek, upgrade-ekben vezetek. Hát a worker count-ra én azt mondanám, hogy igazából majdnem, hogy egyenlő. Ugye 71 a 73-hoz. Az azért azt mondom, hogy viszonylag ugye egyenlő. Most Fonbox ugye hoz még egy pár darab probot, ugye van neki productionben, de az összes base oversaturált, tehát ugye itt az alsó, jobb alsó sarokban lévő base-en is ugye 25/8 van. Fölötte is ugye 10/8. Ez fölötte 19/16. Igen. Így van, tehát igazából hiába van több workere, szerintem inkább-ban semmivel se áll jobban, mint én. Hát... Ugye én bézeketében jobban is állok, mint Fonbox. Igen, közben megérkezett az armid. Liberátorok így szépen felszígyeltek. És... ezt a termelőbázist is el fogja bukni Fonbox. Az armit is elbukja a GG. Az első meccset akkor tehát Kui nyerte. Így van, és ugye itt Tibrának igaza van, hogy se Disruptor, se Tempest, se egyéb high-tech nem volt. Tehát itt ugye szerintem azért Fonbox ezen elég sokat bukott így. Igen, és mindjárt be is töltjük a második meccset, ami Ghost River-en lesz. Meg kell adni pauzit, hogy mehet-e. Oké, mehetünk is. Mehet. Oké. Okay. Tehát az állás eddig 1-0 Koi javára, és következik a Game 2. És a zöld terránunk, Koi, a jobb felső sarokban spawnolt.
Így van, mégpedig a jobb felső sarokban, ugye az ellenfelem ismételten piros protosszal, ugye Phonebox. Aki ugye most viszont szeretne Reaper falat építeni. Úgy is rakja le a pylon. Ezen a pályán egyébként érdemes Reaper vault csinálni. Szerintem igen, mert elég nagy út az, hogy tehát hogyha mondjuk itt nem a Reaper jumpon tudnál felugrani, tehát hogy itt a naturálon kell felmenned, hogy a naturált azt itt elég jól lehet védeni, tehát egy viszonylag azt mondom, hogy egész szűk bejárója van neki, és egy egész jó stalker vagy adott mikro, azt mondtam, elég könnyen meg lehet delayelni a Reaper scoutot. Úgyhogy szerintem érdemes egyébként Reaper falat építeni. És így van, ugye a mapunk az a Ghost River. Ahogy elnézem, ugye Ibrának az egyik kedvence. Ugye tőlem standard érkezik, ugye az egy gáz, illetve a rax. Illetve ugye ismételte jött a próba egy kicsit zaklatni, de most nem, abszolút nem járt sikerrel, tehát még egy darab damage-et sem tudott kiosztani. Igen. Még ugye Phoneboxnál pedig Core First van, illetve utána fog jönni majd a Nexus. És itt ugye a... Igen, Nem tudom, hogy most na a tudod, Probe blokkolja. Milestone miatt-e, vagy nem figyelt eléggé Phonebox, ugye elég sokat késett neki ugye a naturálja, tehát ugye próbálta delay-elni az enyémet, de hát ugye Terrennel lesz, hogy pylon blokkolunk, ez igazából annyira nem egy jó buli, mert ahogy készen van, akár morf előtt, akár morf után fogom átreptetem és kész. Tehát, hogy a pylont addig háromszor le tudom verni. Én szerintem Terrannál nem éri meg ez a pylon blokk. Tehát az, hogy ugye pro blokkolni akar mondjuk a Protoss, az még azt mondom, hogy egy valid dolog, mert az. De nem tudom, szerintem ez a pylon blokk így Terran ellen nem igazán éri meg. És ugye Közben ezáltal, ha megjött a Reaper. megnézzük, így van, megérkezik a Reaper, és ugye így viszont késik az adeptje, illetve késik a naturálja is. Ugye pontosan itt a pylon blokk miatt, hogy ugye valamennyi resource-t elvesztett ugye a pylon blokk miatt. Tehát ugye ott alapjáraton delay-elte a saját naturálját. Ugye én itt közben nem tudok felugrani. De ugye ezt a Reaper-t azért sikerül megmentenem. Igen, közben eléggé overszaturál egy gázt, Homebox. Igen. Igen, tehát és igazából az én naturálom az szinte előbb lett kész, mint Phoneboxé. Jó, nem sokkal, ugye pár másodperc, de mint tudjuk, ebben a játékban az is nagyon sokat tud számítani. Igen, főleg az elején. Így van, és ugye ez nagyon sok mineral mining kiesés Phoneboxnak, ugye ez a plusz két worker, ami ugye szedi a mainen azt a gázt. Ugye most látja Phonebox is, hogy oversaturált volt, de közben érkezik ugye egy Forge, illetve egy robó. Tőlem meg ugye a standard 1-1-1. Igen. Közben az És... adeptekkel megpróbáltam megkeresni a Reapert, de nem járt Így van, de ugye sikerrel. nagyon szépen eldugtam oda a pályának a legalsó sarkába. És jön egy Widowmine drop. Így van, érkezni fog ugye egy Armory Widowmine drop. Igen, az egy nagyon fontos tényező, a legutóbbi patch óta az armory az egy szükséges feltétele ahhoz, hogy ne lássa a Widowmine senki. Igen, Armory és ugye nélkül ugye látható. így van, ugye a Phoneboxtól érkezik egy immortál, amit igazából nem értek, tehát hogy nem scoutolt azzal az adeptal semmit, mert nem scoutolt, jön egy plusz egy, jön egy immortál, és ugye nincsen battery se a main base-en, se a naturálon. És ugye oké, itt az adeptal kergetőzök, de ugye ismét megmenekül a Reaper-öm. Ugye közben elindult tőlem a Widowmine drop, és ugye mint látod a production tapet, ugye bio lesz, mert jön a két Igen. plusz rax. Jön a tank, ugye megvan a bunker, jönnek a marinok, jönni fog a Raven is, ha nem leszek éppen pont supply blokkban. Tehát itt Phoneboxnak a játékát nem igazán értem, tehát hogy most jön még három gateway, jön a Twilight, jön a Robotics Bay, és jön a plusz egy, amit nem igazán tudok hova tenni, hogy mire. Igen, itt képe is Mauzi, hogy hol a drilling craft, hát ugye az nincsen. Na nézzük itt a Widowmine dropot, hogy mit sikerül vele elérnem. Itt van egy kis mining time kiesés.
Ugye próbálok vitargetelni a vidómáinal. Hát lehet, hogy el kellett volna engedni azt az egy lövést, és akkor két vagy három prób összejött volna. Így azért nem volt túl sikeres a drop. Igen, abból megérte talál, hogy egy elég sok mining time loss sikerült összeszednem így phoneboxnak. Igen, és közben elindítod a Steamet. Így van, ha megnézed phoneboxnak a visionjét, az a prob scoutotot, semmit nem tud rólam, hogy most én Mac-et fogok játszani, Bio-t fogok játszani, vagy mit fogok egyáltalán játszani, mert semmilyen scoutja nem volt neki. Ugye standardba hozza ugyanazt, amit az előző game-be, ugye jött a Robobay, jön a Colo upgrade, jön a Colo, jön a plusz 1-es armor ugye a Grand Unitokra, és jön egy elég late harmadik ismét ugye 6 percnél. Tehát, hogy ugye teljesen oversaturált már a naturális. És igazából, tehát négy worker előnye van phoneboxnak, amire én azt tudom mondani, hogy igazából nem egy nagy worker előny, mert... Hát jelenleg nem is előny. Ja. Így van. De sokkal jobban állsz inkább, mondjuk a mule-oknak hála, de... Hát igen. Majdnem 1000 minerállal többet. Hát igen, amíg ugye nekem van egy 2900-as inkámom, addig ugye, vagy 2800 durván, addig ugye phoneboxnak egy 2000-es inkámja van csak. Ugye tőlem is készül ugye a harmadik. De nem sokára készül lesz a Combat Shield, jön a Steam. Jön ugye a... Nagyon szépen összeszinkronizált timinggal készülnek. Így van, ugye jön az 1-1 közben a full bio-ra. És három újabb Rax, illetve még egy Starport érkezik. Így van, illetve jön még mellé a Ghost Academy. Ugye elég korán, tehát ugye Protoss-en szerintem egész jók a Ghost-ok. Igen, közben egy Templar Archives is eljön Phoneboxtól. Igen, és amit én hiányolok például a phoneboxtól, hogy még mindig nincsen blink, tehát itt vagyunk lassan 8 perce megy a game, és még mindig nincsen blink. Tehát ugye az oké, hogy van charge, van két koló, jön a Templar Archives, ha jól láttam, igen, jön a Templar Archives, de például ugye a Storm sincsen még, ugye 8 percnél. Igen, teljesen. És rendelem a harmadikat, és közben jön egy army fight. Jön egy anti-armor. Nagyon szép. Igen, tehát ugye a Marionokkal próbálok hátrahúzódni a koló miatt. Ugye próbálom a tankokkal leszedni a kolót. Igen, közben alulról jön egy warp-in. Így van. Ugye a két koló az elesik, és el fog esni a warpizm is. Ugye elég későn szedte fel ugye a phonebox. Tehát én szerintem ez a trade az nem érte meg neki, tehát bedonételte a warpizmet, bedonételt kettő darab kolót, és igazából még a teljes armit sem tudtuk elszikteni, mert maradt bajom, ott maradt az egy tank, workert nem vesztettem. Unit lossban háromszorosát vesztette eddig, mint te. És ráadásul úgy, hogy az ekonomia nem volt akkora. Hát, hogy ez semmiképp se érte meg. Így van, és ugye megnézed a worker count-ot, ismét vezetek worker count-ba, ugye 63 vagy 66 most már az 55-höz, ami én azt mondom, hogy azért egy TVP-ben szerintem nem egy rossz dolog. Közben kirakta a negyediket phonebox, negyedik bázist. Jött egy stalkerrel scoutolni. Igen, de ha megnézed például a negyedik, ugye most kezdte el nem olyan régen phonebox, tehát ugye jó negyedénél jár a Nexus körülbelül. Még ugye az én CC-m az mindjárt készen van, tehát az jó 3/4 úton van. És ha megnézed, nekem ugye kettő per kettő nem sokára készen van. Még ugye phoneboxnak pedig... Mindjárt elkészül a Storm. Van. Igen, egy második Forge az nagyon fájóan hiányzik. Így van. Négy zállottan megnézte, hogy kint van a negyedik bázisod. Ami igen, most ugye van. Most jön a negyedik közben.
És tehát én ezt hiányolom a Tomboxtól, hogy nagyon-nagyon low worker count-tal játszik. Tehát ez a 60 worker igazából ez nagyon-nagyon kevés. Tehát egy olyan, ha nem egy all-in build-ra akarsz menni, illetve Tiltelkov közben, hello. Tehát ha nem all-in-elsz, és nem egy 2 vagy 3 base all-int akarsz csinálni, akkor ez a 63 worker az nagyon kevés. És ugye nagyon későn kezd el workereket gyártani Phonebox. Tehát itt ugye nekem rengeteg előnyöm van ilyen téren. Tehát ugye Army Supply-ban is vezetek, most már upgrade-ekben is vezetek, workerben is vezetek. Ugye a negyedik base-em is előbb lett kész. Plusz ugye nekem a negyedik bézem az már overszaturált, még ugye a Phonebox-én nincs is felszaturálva teljesen. Igen. Viszont a harmadikja az egy kicsit overszaturált. Így van, ugye nem akkor... nagyon, csak egy picit, az még nem okoz különösebb problémát. Így van, az nem egy nagy gond. Ugye tőlem közben érkezik a plusz 2 Ship Weapons, illetve a 3x3 a Marine Marauderre, érkezik a Ghost Cloak, érkezik a Fusion Core, a Smart Servo, még ugye Phonebox-tól érkezik az 5. béz, illetve a plusz 3-as atak. Igen, itt rá tudsz kennelni a teljes armiára. Így van. Csillik. Itt ugye le tudta feedbackelni az összes gózsomat. Szépek a feedbackek. Így van, de igazából szerintem ebből is éjjöttem ki jobban. Tehát itt ugye elvesztette ismét az összes tech unitját. Tehát ugye az összes High Templárt, DT-t, vagy High Templárt, illetve Kolót. Plusz ugye 12 worker-t elvesztett a naturálon, ugye a... vagy 15-öt most már, de ugye teljes naturálon a mining time kies, és ugye az egy darab Liberator miatt. Plusz ugye itt ugye megérkeztem a harmadik jára, ugye itt szépen lassan elfogynak neki az elotok, és az a két darab arkon is eltűnt. Igen, nagyon sokat segít a medivek, illetve hogy nincs battery. Így van. Az nagy így hátrány. Van, és ugye pont készen lesz nekem is a 3x3. Igen. Itt. Szépen. Az ekonomi az egy kis damage-et elszenved, még nagyobb hátrányba kerül ezáltal a Phonebox. Így van, hogy itt lesznipolom azt a két darab High Templárt, itt jön egy Battery Overcharge. Igen, illetve egy Warpint, te pedig szépen kivonod az egységeket, nem ajándékozol semmit. Közben jön a Stargate. Úgy látszik, hogy Phonebox szeretne levegőre transitionálni. Így van, ugye jönni fognak a carrierek, ugye készül a flitbékön. De ugye, hogyha megnézed, ugye ismét ott járunk, hogy közel háromszorosa az army supply-om, és több mint 20 workerrel vezetek jelenleg. És rakod ki az 5. bázist. Így van, jön ki az 5. bázison. Ugye a Phonebox-nak is kín van, de igazából 4 worker lesz majd azon az eddigi 5. bázison. Tehát, hogy... és ugye nincsen Phonebox-nak gáza, tehát ugye a... most kezdte visszarakni a gázra a szedőket, de ugye megnézett, például a negyedik bázisban abszolút nem szed gázt, ugye az is overszaturált, ugye a plusz 5 workerrel. Igen, valószínűleg a gázba akarta azokat a plusz workereket, de elfelejtette beküldeni. Így van, ugye tőlem közben érkezik a Highstock Auto Tracking, érkezik a Building Armor, érkezik a 3-as Ship Weapons, illetve már jönnek a minden. Liberátorok. Így van, kb. Minden. Még ugye Phonebox ugye elkezdte a carrier gyártásokat. Ugye 3-asával érkeznek neki a carrierek, de igazából nincsen splash damage a Phonebox-nak. Van egy darab High Templar, illetve egy darab Colossus. És ez igazából... Ez nagyon kevés. Az azt mondom én is, igen, hogy nagyon kevés, illetve mindenhol ugye csak egy-egy battery van mindegyik bézen. Plusz ugye itt az 5. bézen ugye ráadásul Artosis pylon is van, tehát ugye a két kanon és az egy battery egy pylonon van. Ráadásul egy jó 50-nál nagyobb az armid is. 30
Így van, ugye tőlem közben érkezik ugye a 3-as Ship Weapons, nem sokára készen lesz, jön még 3 Starport, ugye érkeznek majd további Command Centerek tőlem. És itt ugye nagyon opposition van a teljes army a Fomboxnak. Igen, megérkeztél a 3-ra, szépen körbe scoutottál te, hogy hol lehet az army, a 3. base-tel is viszed. Fombox próbál fogást találni itt az Armidon. Megmutatja igen, a carriereket. A carriereket, de igazából ugye ezek a carrierek teljesen upgrade nélkül vannak. Tehát ugye még egy egyes upgrade sincs, mert az is most érkezik rájuk. De cserébe ugye nekem nem sokára készen van a 3-as ship weaponsom, illetve a teljes bio ugye 3x3-as. Tehát ebben ezzel a 4 carrierrel, ami van, illetve az egy kolóval beleingézselni, nem a legjobb dolog lenne a világon, szerintem. Valóban. Itt felmegyek Fomboxnak a main base-ére szépen. És ugye azért ezek a 3-as liberátorok is ugye nagyon szépen tudnak szedni az interceptorokat. Igen, itt szépen leszeded a production-t. Nagyon jó, a Target Fire, GG. Így van. És ezzel behúzod a Best of 3-t. 2-0-ra Koi nyeri. Így van. Na, meg is vagyok. Bal alsó sarokban spawnolt sárga zerg játékosunk Panda. Akatutyi. Ugye sokan úgy ismerik. Még ugye itt a jobb felső sarokban spawnolt a Seekers Clanból Megabyte. Ugye Megabyte egy elég veterán játékos, elég régóta SC-zik. És ugye elég sok tournamenten is jelen volt ugye. A magyar community-ben. És ugye ez egy DVZ lesz. Megmondom őszintén, erre nagyon sokat nem tudok, tehát én is szoktam zörgezni, de ilyen Diamond 3, Diamond 2 szinten. Hát akkor majd gyakorlunk egymás ellen. Diamond 3 zerg vagyok én. És hát elég őrült matchup tud lenni. Igen, és amit én itt már kapásból furcsálok, az az, hogy Megabyte nem High Ground-ra expel. Igen, ez nagyon furcsa, mivel itt van Gold Mineral. Így van, itt ugye a fiúk már beszélik is a 3. meccsnek a részleteit. Igen. Úgyhogy, teljesen standard mind a kettőtől, a play mindkét játékosunktól, de az, hogy Mega nem a Goldra expert, az... Hát igazából ez csak egy ilyen fél Gold, ilyen téren, tehát most... Igen, itt Megabyte, igen, most írja, hogy benézte egy kicsit, hogy ugye van inside base. Úgyhogy, de lényeg az, hogy eddig ugye standard teljesen az egész game, tehát tükörben csinálják ugyanazt a srácok, kivétel az expelést. Igen. Ugye az esetleg megállnak annyiból lehet rosszabb, hogy ugye itt van 3 rich mineral, és ugye azt, hogyha tudja, ki tudja használni, mert ugye elég szépen mikrózza rá a rich mineralra a próbakat, hogyha nézed a... Igen, pont azt nézem, nagyon szépen, és jól időzítve küldte őket. Így van. Készül az Erwing Speed mind a két játékostól, készül két Queen. Első set zerglingek is. Megvannak. Így van, mind a kettőiktől jön ugye a Metabolic Boost, mind a kettő lehúzták ugye a két-két workert a gázról, ugye amikor ilyenkor ez ugye standard. Megálltól jön a 3., érkezik, illetve elnézem Tutyitól is jön a 3. Így van, itt ugye van egy kis link háború. Igen, és Tutyi volt az, aki úgy döntött, hogy egy kicsit agresszívebb lesz, és ő ment át a mapon.
Így van, na nézzük, hogy itt sikerül-e próbát el, vagy drónt elhoznia neki. Nem. Nem, nagyon szép a, nagyon szép a mikro. 3 életponttal éli túl a drón. Így van, és ugye tudjanak mind a 4 linkje elesik. Tehát ugye jelenleg nem, nincs neki a mapnak a túloldalán scout unitja. Ugye egy picivel előbb lett kész Tutyinak a metabolic boost, de szerintem annyira nem egy nagy probléma ez az ötszeg. Igen. És jön egy Baneling Nest Tutyitól. És egy Roachvarán jön Megától a másik oldalon. Így van, amit szerintem Tutyi itt látni is fog egyébként, mert szerintem fel fog menni itt a rámpán. Így van, fel is megy a rámpán, rá is klikkelt a Roachvarára. Na és itt nézzük, hogy mi fog elesni, ugye 3 worker eddig. 3 worker, plusz ugye mining time kiesés. Tehát ez azt mondom, hogy valamilyen szinten megért a Tutyinak, plusz ugye volt neki egy scoutja, látta a Roachvaren teljes egészében, illetve most ugye már el is készült. Igen, és érkezik 2 roach. És további zerglingek is jöttek egy kicsit védekezni. Ugye ilyenkor szokták egyébként azt, hogy ráfekszenek az Erwin gombra. Legalábbis Diamondba. Így van. Tudja, nagyon nem feküdt rá az Erwin gombra, mert hozza a hive-ot, illetve jön nála is a Roachvaren. Vagy hát nála is megvan a Roachvaren, és közben láthatunk egy elég szép Baneling hitet. Igen. Csak hogy a meccsről is konzultáljunk, illetve a fightokról. Ugye megálltal jön egy Evo Chamber. Ugye itt próbál egy valamekkora falat építeni a spine elé, hogy ne tudja full surround-ba szedni azt az egy darab spine-t. Igen, közben 3 zerglinget elküld scoutolni Tutyi a main base-re, megnézi, hogy mi a helyzet az in-base expel, nincs itt semmi, úgyhogy itt azért a zerglingek tudnak alkotni, és közben bejött alul is, megpróbált benézni. Így van, ugye az egy darab spine, ugye itt megállnak egy elég nagy segítség. Igen, de a Baneling hitek óriásiak. 13 drón. És közben nézzük Tutyinak is a makróját, ugye érkezik tőle a Roach Speed, érkezik egy Evo Chamber. Még ugye megálltól most lett kész ugye a Lair, érkezik a plusz 1, de viszont Roach Speed upgrade-ja nem érkezik egyelőre. Tehát ugye ezért is fontos, ugye, amit Tutyi is csinált, hogy nagyon-nagyon sok worker, tehát ugye ez a 13 worker az rengeteg. Rengeteg. És ugye az ereknek az azért rossz, mert vagy worker gyártunk, vagy annyit. Tehát ugye egyszerre nem fogja tudni a kettőt. Pontosan. De azért a Rule Speed-et el tudta indítani. Így van. Mega. Ugye Tutyinál nem sokára készen lesz a Roach Speed, ugye... Jön egy follow-up scout. Így van, ugye Tutyi minden infóval rendelkezik, igazából megabyte-ről, amit itt most lehet tudni. Megabyte is eljön a scouton, ugye egy overseer-rel. Ő is ugye már látja a roachokat, látja, hogy jön a plusz egy, látta a Ravager Armit is. Tutyi kitette a negyedik base-t, itt a teljesen goldnál. Ravager Bylock picit megelőzték az overseer-t. Így van, de viszont ugye Megabyte itt látta a gold base-t, tehát ugye tudja, hogy van egy negyedik. És ugye itt most Tutyi elkezd overlordokra vadászni. Elkezdi leszedni itt az overlordokat. Ugye egyet már leszedett a Ravager Bylockkal. És ugye látom, most jön a második overlordhoz. Igen, az is meg lesz. Így van, és ez a supply blockba is került Megabyte. Plusz ugye elvesztett egy dolog kriptumort, aminek olyan nagy jelentősége nincs. Ugye annyi, hogy megállnál megvan az egy, de ugye most már Tutyinál is meg lesz a plusz egy. Igen, el is készült, és akkor most csak kóstolgatják egyenlőre egymást az armik. Így van, de ugye Tutyinak sokkal nagyobb armia van, tehát ugye 90-68 az army supply, és ugye egy darab most már egy darab workerrel sem, tehát ugye a worker count az egyelőre even. Igen, mind a ketten elindítják a plusz kettőt. Így van, hogy a army supply-ban vezet Tutyi, méghozzá nem is kevéssel,
most már annyira kevés, most már kicsit kevesebb, igen, 10-30 supply-jal. De azt ne felejtsük el, hogy tudjanak, ugye itt ez a gold base, ez rengeteg plusz income-ot jelent, tehát ugye teljesen fel van szaturálva. Igen. Ugye annyi, ugye itt csak szimpla zöld gáz van, tehát nem rich gáz van, mint ugye az egyik mapom. Tehát ugye van gold base, illetve rich gáz is. Igen, közben Mega elveszti az XP-t. Így van, ugye ezt le tudta cancelozni Megabyte, ami viszonylag jó hír, hogy legalább a cancel meg volt rá, itt ugye van egy kis roach versus roach, illetve Ravager versus Ravager, mert nézzük, igen, kinek jobb a mikrója. Hú, ott Megabyte a saját beljában van. Igen. Itt, mint hogyha Tutyinak szerintem jobb lenne a mikrója, mind a Ravager bájából, mind a... Igen, de nagyon sokat segít Megának az, hogy az ő bázisához közel fájtolnak. Hamarabb érnek oda az egységei. És akkor mi lesz vajon a follow-up? Marad a Roach Ravager? Vagy valaki húz valami váratlant? Hát ahogy látom, Putyinál megvan a Hydrodem. Illetve, ami viszont még plusz Putyin javára, hogy jön a pusztik karapész. Tehát ugye ugyanúgy meg lesz a 2x2, annyi, hogy Tutyinak ugye lesz egy plusz 1-es armorja, ami ugye upgrade előnyt jelent valamilyen szinten. Igen, azt most hirtelen nem tudom, hogy az jelenti-e azt, hogy plusz 2-es attackkal egyel több lövés kell, hogy elessenek az egységek, vagy sem. Szerintem azt a plusz 2 negálja, de időben mindenképpen előnyösebben fog állni fejlesztések terén. És közben kitette az ötödik bázist is. Szépen Tutyi. Igen, és ha megnézed, Tutyi lassan kimaxolt, tehát ugye 178x200-on van még, ugye Megabyte-nál legalább egy 50-nál kevesebb a szuplik. Igen, itt közben kicsit kerülgetik egymást az armik. Nem álltak bele van, még a fájdba. Ugye Tutyinál kikerült a hatodik bázis. Ez egy nagyon közben szép snipe volt. Igen, itt ugye a srácok megint ghostolgatják egy kicsit egymást. És közben, ahogy nézed a fightot, nézd itt a bal felső részt is, ugye itt Tutyi bekészített egy pár darab roachot Rambájra. Igen. Pillanatra odaugrottunk. Itt szépen védekezik azért meg alul. De, így van, de nagyon csúnyán. Nagyon csúnyán belefut a bájlokba. És most indul el a Rambáj. Egy roach Rambáj Megabájtnak ugye 2-2-2 roach-val. Szépen splittelte őket. Így van. És alul így visszatámad. Van. Ezzel a lendülettel Tutyi. Nem lehet eldönteni, hogy melyik báj kié. De igazából mindent tűnnek. És Tutyinak szerintem sokkal jobbak tehát sokkal több a Ravager Bile találata, mint mondjuk Megának. Igen. Meg a most már 22 World Jossz. És GG. Is a GG. És ugye igen, ez volt az, amit mondtam, hogy ugye itt azért Tutyinak megvolt a plusz 1 karapész, illetve a plusz 2-es attackja. Tehát, hogy azért az a plusz egy karapész, hogy szerintem elég sokat tud dobni egy ilyen roach vs roachba. De vannak itt egyébként nagyon nagy zerget, mint mondjuk Szitás, Telko, Bali, akik meg tudják mondani a csetel, hogy számít az a plusz egy, de én szerintem nagyon sokat számít. Biztos. Minden esetre időben sokkal hamarabb vagy az upgrade-ekkel, úgyhogy az biztos, hogy számít. Illetve plusz egy upgrade-nél, attack upgrade-nél számít még sokat. Plusz 2 szerintem negálja, de erre azért nem veszek mérget. Mauzira várunk. De egyébként nagyon szépen játszottak a srácok. Szépen a Ling Bane fázisból áttranzisonoltak Roach-ba. Így van. Így van, annyi, hogy Tutyi ezt egy kicsit ügyesebben csinálta, de azt azért tegyük, az egy Megabyte elég régóta nem játszik aktívabban.
úgymond, tehát ugye tutya nagyon-nagyon sokat is praccol többek között, közben mehetünk. Elindítjuk a második meccset. Igen, illetve hát az az egyik kulcspont az Ergvézerbe, hogy túl tudja tenni a játékos magát azon, hogy túlélje a transition-t. És akkor a jobb alsó sorokban spawnolt Zerg játékosunk sárga színben Tutyi, a.k.a. Panda. Így van, még ugye ellenfele a jobb felső sarokban szürke Zerg játékosként Seekers-től meg a Vyte, aki ugye az előző meccset elveszítette, tehát ugye Tutyi vezet jelenleg 1-0-ra. A score screen-t azt ne felejtsük el, mert az is egy igen, fontos része a pontos, bizony, dolgoknak. Ami viszont most változik az előző gamehez képest, az az, hogy Tutyi rögtön egy pull first-tel indít, ugye 12-0-al. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit tud ebből kihozni, illetve hogy lesz a harmadik játék. Mega pedig a srácok ezt a 200x200-as drónatakot. Meg a S16 hatchet hoz. Így van. Ugye mondhatnánk azt is, hogy in-location hatcherit hoz, de hát ugye sereptetni, se odé busztatni nem tudja a hatcherit, tehát mindenképp location-ön kell meghozni, úgyhogy Tutyitól már jönnek a lingek. Igen, és jön az exp is. Szépen, így van. Hát valószínűleg... Ami probléma lesz, én szerintem az az, hogy ugye mivel Tutyi még extractort sem rakott, és így viszont nagyon-nagyon nagy delay lesz ugye a metabolic boostom. Legalábbis gyanítom én is. Igen, meg a szépen építgeti magát, és közben látta, hogy érkeznek a lingek. Ugye pont az Overlord alatt futottak el, és Tutyi ráhúz még egy pár linget. Igen, nagyon jó kérdés, hogy hol marad a makró. Van. Ez a hatch azért elkészült, tehát ezt így le kell szelezni. Azt nem... Így van, úgyhogy remélem most a protoszok figyelnek a streamen, mert ugye Panda általában 12 pullozik protoszok ellen, itt most be is vallotta. Ugye jön a drone pull, jönnek a lingek, jön a kettő darab queen. Na nézzük, hogy itt esik-e a drone egyébként. Ugye eddig a lingek azok... Eddig nagyon szép a mikro. Igen, és úgy tűnik, hogy meg is nyerték ezt a fájtot. Igen, itt ugye tudjának vonulni. És ugye most sem az, amit mondtam, hogy ugye egy Tutyi hátrányban lesz ugye a metabolic boost miatt. Tehát önállna még csak mostan az extraktor, még ugye megabyte-nál már elkezdődött a metabolic boost, sőt már jó negyedénél jár, de igen, ugye cserében pedig elvesztett egy overlordot. Tutyi pedig kirakta a harmadikat, ami hát nem tudom, hogy jelen helyzetben bölcs döntése. Addig, amíg ugye nincsen metabolic boost, addig nincsen nagy probléma. De ugye amíg megjön a speed a lingekre, Tutyi elég nagy bajban lesz. Tehát ugye azért a slow lingek versus speed lingek, hát igen, szerintem mondanom se kell. Igen. Így Tutyi próbálja megvédeni a harmadik ját. Sikeres lesz próbálja elvéleszteni. Ez a védelem. Igen, közben meg a szépen mikrózik. Így van, illetve jön egy rócspára, jön a harmadik megától. Ugye már rallin van a drón, nem sokára meg is lesz hozzá a minerálja megállnak. Ugye egy picit később lesz meg, de igazából szerintem az annyira nem mérvadó, mert jelenleg viszont megabyte tech-előnyben lesz. Ugye, hogy már lerakta a rócspárán. És kész a metabolic kész a speed. Így van, és ugye a worker count-ban is vezet 4 darab workerrel jelenleg. Igen, Tutyi szépen érzékelte, hogy megvan a link speed, úgyhogy visszavonult. És akkor jön a scouting link. A másik scouting link is leesik. Nagyon szép. Így van, ugye Tutyitól is érkezik a... Roachfire-en érkezik 2 darab Evolution Chamber. Igen, ráadásul az egyik előtt volt valami cancel, nem láttam, hogy mi így volt van, az épület. Így van, a Bailing Nest-et cancel-ezte le Tutyi.
ugye, hogy meglátta gondolom a Roachfarent, és ugye lecancelozta a Building Nestet. Igen, itt Mega megpróbálja a harmadik bázist leszedni. Egy Building eléggé sokat tudna jelenteni egyébként. Így van, de ugye fullval van Putyinál, tehát ugye Mega nem tud csak úgy bemenni. De ha megnézed ugye az Army Supply-t, ugye 20 van megállnak, 24 bocsánat, ugye ilyen folyamatosan az Army, illetve Worker Count-ban is már vezet 2-vel, ugye Tutyitól is jönnek a drónok. A Tutyit próbál rambájolni a harmadikra, de ugye ott még nincs egy darab drón se. De cserébe be tud a Natura, illetve fel tud futni a mainre is. Ugye látja a lerteket. Igen. Szépen egy drón le tudott hozni. Így van. Közben itt a harmadik bázist azért lehetne abajgatni. Nincs túl sok HP-ja Tutyinek, a harmadik BZ-nek, és fontos lenne, hogyha meg a tudná delay-elni, amennyire csak lehet. Így van, ugye megálltad érkezik a Roach upgrade, ugye a speed upgrade, és ugye Tutyitól pedig kettő upgrade is jön, ugye jön az egyes missile-atok, illetve jön az egyes carapace, illetve ott is érkezik a Roach speed upgrade, de megállnak valamiért nagyobb, az előbb egy picit nagyobb volt az army supply-ja, tehát most valamelyest csökkent. Vajon? Nem. Inkább vigyázz az erlingekre, nem küldi rá a hatchery-re. Még itt alul. Látja, hogy jön a harmadik felé Tutyi. Igen, bal alul megpróbálkozott Tutyi is egy támadással, de nagyon sok roach fogadta, úgyhogy inkább visszavonulást színlelt, aztán jön vissza támadni. Igen, még a roachok ugye átcsoportosulnak. Így van, ha megnézed, ugye megállt 52 workere jelenleg, és maszolja a roachokat, Roach Ravager Army-t. Tehát most már lassan duplázza az army supply-ját pandának. Igen. Úgyhogy, illetve ugye megvan a plusz egye. Igen, közben itt fájtolnak a harmadik base-nél. Nagyon szép, van, ahogy Tutyi kikerüli a bájlokat, de megállnak az army size-a óriási. Igen, rengeteg az army supply-ja, itt megállnak, és ugye elveszi Tutyi a harmadikat. Igen, vajon targeteli az evót? Nem. Nem GG. Fogja targetelni, meg is jött a GG. Ugye éppen pont késztett volna akár a pénz, de hát ugye sokat nem számított volna, mert igen, ugye igazából itt olyan sokkal szinten nagyobb az army supply-ja jelenleg, vagy sokkal nagyobb army supply-on volt ugye jelenleg meg a. Pontosan. Na és ugye akkor 1-1. Megkapjuk a harmadik mérkőzést. GG. Így van. Tehát a harmadik mérkőzés az egy elég fun game lesz. Ugye a Tutyék előre jelezték, illetve szerintem pára már le is töltötték a replay-t. Kíváncsi vagyok. Így van. Én viszont el fogok majd tűnni egy percre kettőre. Ki kell szaladnom gyorsan, mert jöttek hozzám. Rendben. Hát itt nagyon sok minden nem fog majd scoutolni, nem tudom, láttad-e a replay-t egyébként, vagy nem? Nem néztem meg, úgyhogy itt streamen fogok reagálni, kíváncsi vagyok, hogy... Így van, mehetünk is, közben Mauzi már jelezte. Szerintem nagyon, nagyon fun game lett, egy kicsit kapták miatt a srácok az oltást, de lényeg az, hogy lejátszották a harmadik game-et, tehát igazából senki nem akadt fenn semmin. Úgyhogy... Igen, hát ez egy elég érdekes game lesz majd. Nézzük. Bal felső sorokban spawnolt narancssárga színnel panda, a.k.a. Tutyi. Így van. Még ugye ellenfele a jobb alsó sorokban szürke zerként a Seekers Clanból meg a Bike. Na és ugye itt kezdődik az, amit ugye a fiúk is beszéltek. Hogy ugye 200x200-as drone fightot akarnak. Ugye nem tudom, mennyire figyeltél, az első gameben beszélték. Igen, igen. Úgyhogy ugye Tutyitól jön is a hatch, megáltal is jönni fog a hatch, és ugye megnézed,
senki nem fog majd pót rakni, tehát mindenki ugye drónozni fog. Antónia már mondja, hogy match fix. Igazából csak azt beszélték meg, hogy hogyan próbálják meg lejátszani azt, nem, hogy ki nyerje. Így van, így van. Az még nem dölt el, hogy ki nyeri. Én tudom, hogy ki fogja nyerni, de nem lövöm le a poént senki elől sem. Egyébként, kivétel azok elől ugye, akik már smucigok voltak és megnézték maguknak a replayt, mert nem bírták kivárni köztük én is. Úgyhogy, igen, tehát ez egy elég érdekes dolog lesz, ugye. Meg a hozza a harmadik bázist. Így van, Putyitól is jön ugye a második, jön a Funning Pool ugye a Queenek miatt, tudjanak majd ugye a Queen azni a srácok, és ugye Putyitól is jön a harmadik, vagy jönni fog ugye már ott a drón. Ugye minden átvárja rá Putyi egyedül. Így van, le is került a harmadik. Megától is ugye érkezik a pool. Na és ugye igazából szerintem innentől nagyon sok kasztolni való nem igazán lesz majd. Mert ugye ezek az alapbuildingek elkészülnek, és innentől nagyjából ugyanaz fog történni a meccs végéig. Ennyit elárulhatok. Úgyhogy szerintem én le is lépek egy-két percre gyorsan. Rendben. És akkor igyekszek még itt a vége előtt vissza. Úgyhogy, de jelzek amint vagyok, szerintem egy-két perc is itt vagyok, jó? Oké, rendben. Oké. Na, hát eléggé mirrorban történnek a dolgok. Készül Tucsitól egy Queen. Most már elindítja a másodikat is. Mega is két Queen-t hoz. Azért egy Scouting Overlord csak átért a pályán. És hát készülnek a drónok. Meg a kirakja a negyedik bázist. A pandánál már épül. Az inkább nagyjából azonos, supply szintén. Megállnak egyel több a workere. Folyamatos drone production, illetve az inject. Három bázisnál ott vannak a queenek. Jönnek az injectek. Jön egy negyedik queen. Pandától. És Megától pedig nincs Queen, viszont van egy újabb bázis, tehát ő már 5 bézen van. Nagyon odafigyelnek a srácok, hogy Overlordot neveljenek. Így van. Na, közben én visszatértem. És itt... Ki is dob a játék egyébként, bocsánat. Van egy kis lagunk. Igen, miattam. Igen, ki fog dobni a játék, sőt már ki is dobott. Hát nekünk timeouton van. Úgyhogy, de egyébként itt vagy Discordon. Igen. Itt vagyok, illetve csekkolom a streamet is. Nem tudom mennyi delay van rajta. Alapvetően nem raktam rá delayt, aztán hogy hogyan megy az upstream, meg a feldolgozás, az tud adni egy pár másodpercet, de defaultból nulla. Hát akkor... Hát én voltoltam rá, hogy drop, mert nem fogsz tudni visszajönni szerintem.
Nem. Oké. No, hát akkor jelenleg az a helyzet, hogy masszívan készülnek a drónok. Így van. Látom én is, közben jön ez, ami én is csakkolom a streamet. Igen, közben megállnál, már jön a hatodik bázis. Panda is kirakja az ötödiket. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul ez a game. Ugye van egy olyan trükk, amivel össze lehet húzni a drónokat egy egységnyi drónsugarú körbe. Így van, vajon azt látjuk-e? Hogy mintha egy drón menne egymás ellen, vagy valami más lesz. Kíváncsi vagyok. Meglepő így is, hogy milyen lassú. Írja meg a... Közben kirakja már a hetedik bázist, ha jól számolom. Igen, hetediket. Közben itt... cseten kapjuk a jobbnál jobb instrukciókat. Azt írja Antónia, hogy drónból igazából végtelen mennyiségűt lehet csinálni, csak nagyon sok spine-t kell egy időben elkezdeni, aztán utána cancelezni. Igaza van. Hát ilyen téren ugye azért az ergaszt tud cheatelni. Igen. Ugye, hogy vissza tudja vonni az épületeket, és ugye a drón akkor megmarad. Igen, hát bődületes overszaturáció egy-egy bázisnál. 42 per 16, 67 per 16. És így van. Újabb hatchrik érkeznek meg által. Igen, meg ugye szépen lassan belakja a mapot. Igen. Most már elvisz egy pozíciót Pandától. Igen, és ugye lassan meg lesz a fiúknak a 200 per 200-i csap workerből. Ugye pár darab queen-je van megállnak, ha jól számoltam, illetve Putyinak is. Egész pontosan 4 queen-je van Putyinak, 5 pedig megállnak. Így van. Ugye meg a lassan megvan a 200 per 200-om. Ugye a drónokból. Most már ugye lassan meg kell neki jönni akkor a queen-jeit, ha két napra akar. Már megy is a queen gyilkosság. Így van. Oké, meg a 200 per 200-on van. Egy queen túlélte. Még. Igen, de ugye drónokkal szépen azt is le fogja szedni, ugye közben a srácok összehúzzák a lőrkereket, és ugye most fog eldőlni majd a tata. Hát ilyet se láttam még, hogy drónokkal rockot megpróbálni leszedni. Igen, ennyi drón azért már nagyon szépen szedi a rockokat is. Lag, nem csodálom. Mert ennyi egységet mozgatni, nem egyszerű. Na most már a srácok talán egymásnak esnek lassan. Igen, igen. Van meg a már idős, hogy jövök. Igen, de érdekes lett volna, hogyha a rockok le vannak verve, mert nagyobb a terület, amin egymásnak tudnak menni. Lesz a minerálvalk. És egymásnak esnek a drónok, és meg a húzott egy minerálvalkot. De ahogy látom, Tutyi is próbálkozik, hát ez itt brutális hentelés.
És van egy. Tutyi egyenlőre vesztéssel. Így van. Ajajaj, 159 drón halt, meg 95 teszembe. 165. Igen, ezt, hogy elnézem, ezt megabajt meg fogja ezt nyerni. Mega megnyeri. Nem is kicsit. Így van, ugye jön a Mineral Walk. Tutyi próbál Mineral Walkolni, de hát igazából ugye 20-30 szuplája 100-hoz, tehát itt már ugye meg a győzött. Mert Tutyi is tudja, csak szerintem még egy kicsit fanolnak. Igen. Főleg, hogy nem Winter kasztolja. Így van, de Winter nagyon örül neki, és ugye ahogy ír és hogy lát, ahogy nézem, ugye full magyar gaming. Igen, ugye lassan Tutyinak elesnek az utolsó drónjai. És így GG. Van. És ezzel meg a Byte ugye megnyeri ezt a szériát. Te jó Isten, ez mi volt? Hey, őrület. Ugye itt a bal alsó sarokban zöld terrel játékosként a Diamond Fighters-ből spawnolt, ugye Tall Drop terránként. Még a jobb felső sarokban Protoss játékosunk, Milka. Aki egyből Reaper Ball-lal fog kezdeni. Így van. Hogy eddig talán standard mind a két játékosé, de ahogy látom Tordropnál Rocks First lesz, tehát ugye Barak fog előbb jönni. Ó. Oh. Milka elindult valahova ezzel a próbbal, ami nem teljesen standard. Igen, én is a rally pontját keresem a próbnak, de nem látom egyelőre. Aha, de Tordropnak a úgymond harmadik jához érkezik ez a prób. Igen. És jön is ugye a proxy pylon egyelőre. Igen, majd megnézzük, hogy mi az, ami a pylon mellé kerül. Így van, Tordrop pedig ugye mit sem sejtve nagyon szépen építgeti a Rockszát, és szerintem jönni fog majd a CC is egyébként, így a Rocks után. És ami érdekes, hogy Milka nem hoz naturát, hanem cserébe hoz még egy gateway-t ugye proxyba. És ugye most viszont hozza igen, a Cyber és Core. Kirakja a Core-t. Így van. A másik furcsaság, hogy mindezt teszi egy gázból jelenleg. Hát Stalkerekhez az kevés. Készül a második gáz. Így van, jön egy zelot, ugye boostolva, még ugye Tordroptól pedig érkezik a location ugye a naturál. Igen, és készül a Reaper, mivel majd elmész scoutolni. Így van, Reaper után így van, érkezni fog a Marine. Ugye a Reaper elmegy scoutolni. Igen, és... De pont a rossz irányba indul el egyébként. Attól tartott volna esetleg Tordrop, hogy Proxy Stargate készül egy... Előfordulhat. De ugye ez a... Ezt ugye így kisifkikkelte ugye a Reaper Tordrop, tehát ugye egyszerűbb lett volna csak ugye attack move-val leküldeni, vagy jobb klikkel, és hogyha nem megy át a mapon, és ugye esetleg itt a másik oldalt ugye ki tette volna Mineral Fieldet ugye Milka, akkor ugye move commanddal lemegy a Reaper. Uh-huh. Az igaz. Közben átért az állat, és leszette a Command Center-t építő SCV-t, és megérkezett az első Stalker, viszont az... Így van, és... még delay-eli a PC-t. Óriási. És ugye mivel nyitva hagyta a Tordrop ugye a feljárót, ugye elesett az egy darab Marine, és ugye itt most az állat az kegyetlenül gyilkolja az SCV-line-t. Igen, ezért a... vissza is kellett hozni a Reaper-t. Közben van, készül a Cyclone. 6, 7, illetve most már elesik az állat is. De a Tordrop még mindig, még csak sejthet, hogy proxy van. Ugye, mindjárt gyorsan megnézem a vision-jét, de ugye látta, hogy lerakta Milka ugye a naturát, tehát gondolja, hogy nem egy all-in-ről beszélünk.
De inkább széptírom egy Toldrop és hoz kettő darab Cyclone még pluszba. Igen, Ugye közben. Milkától pedig jönnek az a Stalker Warpinok. Igen. Ha. Nagyon szép a Lokonnak a megtörése. Így van. És itt talán Toldrop azzal járt volna a legjobban, hogy ha itt marad a rámpánál, ugye hogy a Stalkereket High Groundról több damage-et tudott volna kiosztani. Igen. Jön egy robó, és nincs Twilight, úgyhogy Blink nem lesz, még egy jó darabig. Cserébe jön a Mass Stalker. Így van, Tordropnál pedig jön a Mass Cyclone. És ugye azt az egy Cyclone-t azt nem ártana kicsit repair-elni. Igen. Igen, egy darab Stalker elesik, és ahogy elnézem, itt Milka haza is megy szinte. Így van, haza is fog menni, hogy elkészült a bunker. Igen, itt nagyon nehéz bejönni. Blink az szerintem nagyon hasznos, így Cyclone-ok ellen. Így van, ami viszont probléma lesz, az az, hogy ugye Toldrop bajozni fog, azt látjuk, de hogy érkezik egy Banshee, illetve érkezik rá a Cloak. Most kérdés az, hogy ez egy fake Cloak lesz-e. Avagy nem, de ez nem sokára ki fog derülni. De viszont ugye Milkától egy darab observer érkezik. És ha megnézed a Protoss Mineral line-okat, nincsen akkor benne semmi. Battery. Igen, se battery, Canonról még szó sincs. Forge még így csak van. Most indul el, és charge-ot hoz. Most készült a Twilight, és ebből a charge lesz. És jön még... Így van, és ahogy látom, ez nem egy fake cloak lesz. Tehát itt ki fogja fejleszteni Toldrop a Cloak Banshee-t. Tehát végig fog Igen. menni ez az update. Így van. Közben, ahogy látom, Cerkofék végeztek a meccsekkel. Most jött meg a replay. Igen. Majd. Hogy... ami viszont Toldropnál lehet problémás, az ugye az, hogy... hogy a charge az előtt készül. És Toldrop ugye tankodják. Illetve most le is fog bukni majd a Banshee-t. Igen. De most megérkezik a main base-re, Milka main base-ére az első Banshee, eddig ugye 3 prób. Érkezik a Recall Observer-re, de ugye az eddig 5 prób. 6. Lesz és lét, már itt a battery. 7. Nem lesz 7. 7. 7. 8. 8. 9. Így van, ez 9 prób, tehát ez a Banshee, ez abszolút megérte a Toldropnak. Mindent megért. És amit én keresek, ja, ugye a második Banshee az majd csak most fogja elhagyni a Igen. a Notlut. Igen, és jönnek a Cyclone-ok is. Így van, ugye jön a... jön egy Canon. Jön egy Canon, de az nincs olyan Igen, pozícióban. Igen, elég furcsa helyre. Igen, hát így kettővel már azért le van védve, ha elkészül a második. Egy kérdés, közben, hogy... a Toldroptól pedig érkezik a Steam Combat Shield egyszerre, jönnek Igen. a tankok, marinok. Itt ugye próbál harassolni, hogy a kettő darab Cyclone most el is vesztett. Igen, de nézzük, próbálja a robót leszedni. Így van, jön vissza a naturálhoz a Banshee, ami el fog majd esni ott a Canonban, illetve most már a main base-en is van Canon, de egyelőre Outrange-en kívül. A Natunel leesett a Banshee, a main-nél viszont talált egy kis jobb hézagot. Igen, igen. Szépen. És továbbra is van ott még hely. Talált egy olyan pozíciót, amiben nagyon szépen tudja a Mineral Line-t harasszalni. Úgyhogy őt van, nem is látják. 7 prób esett. Brutális, mert... 7, 8, 9, 9 prób. Igen, innentől megindul Milka. Így van, Milka ugye jön át szépen a mapon. Ugye elméletileg Army Supply-ba, illetve upgrade-ekre is favored. És a Toldrop épp pont a legrosszabb Igen. akar kimozdulni. Igen, pont akkor kapja el az Army-t, amikor... Így van, tankok a nem két voltak siege-elve. Igen, és... a két megyugat is elesik. És jöttek az SCV-k is, hogy egy kicsit tankoljanak damage-et, de Army Supply-ból
Megoldja? Hát... Ashivik segítségével azért... talán meg fogja ezt fogni Tordrop. Igen. Igen, és amit ugye a probléma volt Tordropnál az az, hogy nagyon sokáig akkoltak az épületek, tehát nagyon sokáig nem volt production. Igen. És ugye, hát Milka nyomhatná tovább egyébként, tehát hogy lényegében all-in-re van kényszerítve. Úgyhogy így van. Tolhatná az az immo, az nagyon sokat üt, főleg épületekbe, és készül egy újabb orbitál. Itt közben. Így van. Jött pár szentri. Hogy Tordrop ugye vezetni fog army, vagy nem army supply-ban, hanem upgrade-ekben. Igen, mert megvan a plusz egy plusz egy. Most indul a 2-2. Igen, azt a PC-t onnan el kell listelni mindenképpen. Igen. De itt a tank az egy viszonylag egész jó helyen, tehát elég jó damage-eket most ki tudott igen, osztani. Igen, nagyon szép a force field. A rámpára. Így van, de ugye igazából ez jelenleg Milkának is hátrány, mert ugye így az elotok azok igen. Szinte ingyen estek. Igen, illetve a legnagyobb energyvel bíró szentrit oda küldte a force field alá. Hihetetlen mennyiségű SCV esik itt áldozatul. 27. Így van, ugye 27 SCV elesett. De ugye lassan készen lesz, ugye most jön egy Rikal, és ugye itt nagyon sok értékes ünitet, ugye egy Stalkert, illetve egy Szentit is elvesztett Milka. Igen. Ugye itt most Tordropnak pedig ki kéne menni ide a bal felső sarokban, és ezt a Proxy Gate-et, illetve a Pylont leszedni, de... Igen, de nem realizálja, hogy ott van. Pedig a játék elején szerintem megvolt neki, hogy valahol itt a környékén lesz valami. Így van, de viszont ugye innentől kezdve pedig Tordrop elég nagy előnyben van, ugye upgrade előnyben is van. Igen. Ugye nem készen lesz neki a 2x2, én csodálkozok, hogy azt nem várja meg, tehát hogy jobb azért egy 2x2-be fightolni egy ilyen protaszar, mint ugye telecsárzott a stalkerral. De így, hogy ugye Milka folyamatosan donételi a unitokat, ugye egyesével odaadja az elotokat. Igen, illetve hát ki lett csalogatva a battery overcharge. Ez talán esetleg egy kicsit korai is volt. Közben egy 10 másodperc és meg lesz a 2-2. Kijön azért az immo, de a robó leesik. És... Így van, és mármint ez a Tordrop ugye folyamatosan realizálta a reinforcementet a mapon. Igen. Vagy csak szintán elkötnézzük ezt, még nem tudom. Érkezik az első arkon. De... Így van. Illetve a második is. De itt egy jó sztor... Egy jó sztor csártana. Tormoz még messze van, tehát ugye igen. Jól láttam, az nem igen. Is volt. Így van, nincs is sztor upgrade. Igen, az nagyon sokat tudott volna itt most segíteni Milkán, mert így igazából szép mikróval, egyesével le lehet szedni itt a protosz egységeket. Egyszerűen nincs meg a protosznál a létszám, hogy felvegye a fightot. Nincs. Így van, ez itt nem sokára érkezni fog a GG, ugye elesik a teljes protosz army. Igen. Igen, ugye itt elesnek az alok, GG. Így van, érkezik is a GG, és ez a Fall Drop elhoz az első mérkőzést. Nagyon szép oda-vissza játék volt. GG. Így van. És akkor mindjárt megyünk is a Game 2-re. Így van, ahol ugye Tordrop igazából a meccsponton van, tehát hogyha a következő meccset elhozza, akkor ugye 2-0-ra nyerte a szériát. Kíváncsi leszek egyébként, ugye ezeket a replayeket én nem láttam, tehát nem töltöttem, nem néztem meg őket, úgyhogy ez még nekem is új. Jobb alsó sarokban a spawnolt zöld terrenjátékosunk, aki 1-0-ra vezet, ő Tordrop. A Diamond Fighters-től, míg a G-dat játékosa Milka
lila protoszként, ugye a bal felső sarokban. Ugye a map az a Golden Amura, ahol is ugye kapásból érkezik a Reaper Wall-nak ugye a pylonja. Igen. Hát, nem tudom, ugye ez egy eléggé nagy map, tehát ugye ez egy elég makrós map, én szerintem, ugye tele van bézekkel. És készül egy Hydrox, itt eléggé a mainnek a hátsó felébe, illetve Milkártal ismét jönni fog egy proxy. Jönni pályon. Fog egy proxy, igen. Ismét, nem tudom ezt Milka miért csinálja, hogy ő neki az a játék stílusa, hogy proxy pylonozik, vagy esetleg az MMR drift miatt, mert ugye, ahogy mondtam, szerintem ugye Tordrop itt MMR favoredebb. Nem tudom, megmondom őszintén, de ugye az előző gameben sem vált igazán be ez a taktik. Ismét érkezik a második gate ugye proxyba, jönni fog a Cybercore. És hát ez talán annyiból rosszabb lesz így most Thordropnak, hogy ugye a Rax az nem a falban van, tehát ugye ide még kell két dipó majd a falba. Igen. Ami viszont most, hát nem tudom, talán előny, talán nem, hogy még nem érkezik Zelot, vagy majd csak innen ugye a proxy gate-ből fog. Ezt még ugye nem tudjuk, de ugye Olocation jön a naturál Thordroptól. Ugye érkezik a második supply dipó is a falba. Jön az első Reaper, de nem sokára kész a Cybercore. Reaper. Reaper az nem volt realizva. Mennyi sehet a mapon? Indul a Factory, jön a második Refinery, és Adeption a így Proxy-ból. Van, és ugye ez ebben lesz problémás, hogy a Thordropnál jelenleg nincs fal. Tehát ugye a mainre fel tud menni akár a Stalker, akár az Adept. És ugye Thordrop ismét realizálni fogja, hogy nincsen naturál. Tehát, hogy itt valószínű, hogy ismét valamit Milka követ, el fog követni. Ugye a második pylont azt látja, és ugye lehet, hogy ezért is gondolja azt, hogy nincsen proxy, ugye, hogy látja a második pylont. Igen, az Adept szépen kiüti a bunkert építő SCV-t. Így van, de legalább a CC az most elkészült. Úgyhogy ebből egy fél fokkal jobban áll Thordrop, mint az előzőben. Tehát ugye itt a dipót a hiába húzza fel, ugye most jön majd csak a harmadik dipó. Igen, most már nem tud bemenni. És ugye az SCV-t azt leüti. Így van. És ugye ezzel delay-elve van ugye a harmadik supply, delay van ugye a naturálon is. Ugye oké, hogy most jön a kettő darab Cyclone. Mondjuk addig talán kitart az egy darab depó. Valószínű. Hát... Ám, nem fog nem. Kitartani. Valahogy a Thordrop egy hogy rá... Ráépít, így. Igen. Igen, azt az egy SCV-t azt nagyon szépen megmenti Thordrop. És ugye most próbál egy full HP-s SCV-t vinni. Igen, és nem volt targetelve a... Férült supply, fel nem épült supply. Így van, és ugye itt Milkától pedig most már jön a harmadik stalker ugye itt a proxy pylonhoz. Igen, és jön a robó. Így van, ugye jön a naturálra a robó, illetve hogy elkészült a naturális. Illetve Thordropnál ugye ismét érkezik a bio, ugye jön a két Rax. És jön még kettő Cyclone, hát talán elég lesz egyelőre. Ugye ott a bunker az ismét delay-elve lesz, tehát megint nem készül el az a bunker. Most Thordrop ugye húzott rá egy másik SCV-t. Ugye nem sokára érkezni fog a tank, ugye switch-elte. Igen. Tonut, vagy Thordrop ugye a Raxat, illetve a Factory-t. Jön a Raven. Így van, érkezik a Raven, végre kész lesz az egy darab bunker, de ugye egy darab marin van, ami jelenleg sokat nem határoz ennyi stalker ellen. Igen, közben itthon maradt az Observer. Gondolom, hogy fél a Banshee-től. Így van, érkezik a Twilight, érkezik egy Forge. Igen, szépen szedegeti azért a bunkert.
Blinknek a HP-ját. Így van, és igazából eddig szedegettem, mert ugye Blink nincsen, és megjött az első tank. Igen. Vissza is vonul Milka. Így van. Gondolom sejti ő is, hogy ha low groundon nem látta, de high groundra már majdnem switchet. És ami meglepő most Tordroptól, hogy hoz itt harmadik CC-t. Igen. Gondolom elég sok minerált flótolt, illetve supply blockból is van jelenleg Tordrop. Ugye ez is azért egy elég határozó dolog, de az biztos, hogy előbb lesz harmadikja, mint mondjuk a Protossnak. Jön a charge, illetve jön a plusz egy Milkától. Így van. És ugye ismét, ahogy Milkát elnézem, ismét ugye Banshee-ra számít, de Tordroptól nem fog jönni Banshee-t. Jelenleg Tordrop el fog menni ide a negyedik base-re, Milkának a negyedik vagy ötödik base-ére. Négy darab Cyclone-t elküldött, de nem állt meg, hogy a proxy-t megkeresse. Így van. Ugye érkezik még 5 darab Gateway Milkától. Most kérdés az, hogy ez egy két base charge-all-in lesz-e vagy sem. Mert ugye egyelőre halvány jelen nincs a harmadik base-nek. Ugye a Thordrop is most már realizálja. És hát most fogja, hogy ugye itt a Cyclone megnézi ezt a base-t. És valahova megy ismét egy probe. De a minimapon figyeljük. Így van. Ugye közben Tordroptól érkezik ugye a Steam Combat Shield az 1x1. Igen, közben megindul az Army-val Milka. Így van. És ugye mivel Pronoop scoutolt, tehát látszik, hogy nincs harmadik. Ugye az egy próba, amit Milka elküldött, az most ugye meg is halt. Hogy érkezik a második bunker, és érkeznek a harmadik bunker is, illetve érkeznek a dipók a bunkerek elé. Illetve hát a tank felment a high groundra, egy nagyon jó pozícióra. Így van, egy tank ugye van a high groundon. Igen, azért ebbe beletámadni nem olyan egyszerű. Megjött két immó. Igen, az Observert az lényegében el is donételte Milka, és ez volt a trigger arra, hogy támadjon. Nem lehet felmenni. Nagyon szépen védekezik Tordrop. Egész jók a force fieldek. Megy továbbra is a harc. És hát hiányzik a Blink ebből a fightból. Nem mint hogyha nagyon sok esélye lett volna megcsinálni a Blinket Milkának. Igen, amit viszont Tordroptól nem értek, hogy miért ide rakja ki a harmadikat, amikor látja, hogy Milka erre mozog jobban, tehát hogy ugye bal oldalra mozog ki Milka, és ugye balra jön a CC is, holott ugye a jobb felülre simán ki tudta volna rakni Tordrop. Igen. Nagyon szép a force field. Így van. És ugye ez a CC az nem tud landolni, tehát ugye a Tordrop kénytelen lesz visszahúzni. Igen, viszont nincs túl sok stalker. Tehát, hogy elég minimális ez a damage, amit a CC-el szenved. És most a charge lotokra jött az anti-armor. Így van, ezek nem a legjobb force fieldek, de... Igen. Igen, közben a Marauderre elkészült a concussion shell. Szóval innentől már lassítja is a TOS egységeket, ha eltalálja. Így van. Ami viszont ugye hiba ilyen téren Tordroptól, hogy elég későn jön az armory. Tehát ugye a 2x2 az nagyon későn fog érkezni. Ugye jelenleg az 1x1 az megvan a teljes bajóra. És készül ugye a Storm Milkánál. Így van. Itt ugye már archonok vannak. Tehát ugye itt már van 3 archon, illetve 2 darab High Templar is, de ugye egyelőre Storm az még nincs, de már érkezik ugye a Ghost Academy. Igen, illetve jön egy Robotics P. Hoppá, és itt a harmadik az lelepdarálva, igen. Igen, Tordrop talán elrizálta, hogy ugye még nincsen Storm,
Igen, hát nem a legtökéletesebb recall volt, egy pár egység ott maradt. És nem. Tordrop meg is állt a mapom. Kérdés az igen, hogy Tordrop itt le-all-in-ezi az egészet. Mert ahogy nézem, ugye a unit rally az folyamatosan ugye Milka BZ-hez jön majd. És ugye nem készül újra harmadik. Jelenleg. Igen, vajon van-e olyan high templar, ami rendelkezik elég energiával a Stormhoz? Egyelőre egyikben sincs, de nem sokára lesz kettő darab, ami egyes Stormot ugye elkülni. Ezt a bázist egyből ki is menekít innen a Provokat Milka, és benyeli a damage-et. De ugye Thordroptól amit hiányolok, az az, hogy ugye ismét szupli blokkban van. Ugye készül, elkezdte közben a harmadikat, jön a 2x2, de ghostok nem jönnek. A Raven leesett. Igen, na nézzük, hogy lesz a Storm, igen, az első igen. Stormnak kimegy a második, és ugye elfogytak a Stormok, nem lesz több igen. Storm. Az első nagyon plusz, szép volt. A másodikat ugyanúgy meg kellett volna várni, ki kellett volna várni egy picit jobban. Nagyobb damage-et azt. Így van, ugye jön egy battery overcharge, de ugye... GG. Thordrop nyeri a következő meccset is, és ezzel így megnyeri van, a szériát is. Így van, 2-0 map loss nélkül. Bal alsó sarokban sárga színnel spawnolt Bali. A CSO klánból, CSO e-sport klánból, bocsánat. Illetve ellenfele a kék színekben játszó, szintén zárg játékos, Zerkov, aka Kereb jelenleg, aki kapásból egy 12 pullal kezd. Minő meglepetés, ugye a Zerkovtól általában megszokhattuk, hogy ez egy ilyen standard ZVZ build nála. Még ugye Bali szerintem egyébként fetch first-özni fog. Vagy 16 pullolni. Szerintem hedge first. Igen, igen. Így van, mert hedge már megy a drone. Megy. Így van. Totolja a minerált Bali. Na, nézzük, hogy igazából ez most kinek lesz erősebb build. Mert hogyha jól csinálja a Zerkov, akkor ugye az övé erősebb. De viszont ha rosszul, akkor ugye elég nagy hátrányba tud kerülni. És ugye azért Balit sem szabad lebecsülni, tehát ő is egy elég jó játékos igen. Ilyen téren. Ő is nagyon szépen tud játszani. Igen, mindkét játékos a csapattársam volt a Team League-ben. Úgyhogy nagyon szép meccseket játszottak. És Zerkovtól érkezik egy drón. Illetve jön a 6 darab Ling. Igen, de ugye Bali ezt itt látni fogja az Overlord-dal. Igen, Visionben jönnek a Lingek. A drón is. Így van, de ugye Bali viszont egyelőre nem figyel a Visionre. Most realizálta, hogy valami van. De ugye itt ez a drón, ez egyelőre itt nem lát, de most látja a Spine Bali. Nézzük, hogy mire a reakció. Ugye a Natun ott vannak a Lingek, a main base-ben épül egy darab Spine. Ugye Balitól jön három. Három Spine jön, és jönnek a Lingek. Natu az igen. Be fog esni. Igen, na és innentől kezdve szerintem Bali bukni fogja ezt a játékot. Tehát ez egy rossz reakció, ugye ez a három Spine. Hogy ugye nem, meg se próbálja a Naturát megvédeni. Közben cancelezi a Spine-t Zerkov, és kettő Spine-t cancelez Bali. Így van. Tehát ugye ez több okból is most megérte Zerkovnak, ugye elvesztett egy hatcherit Bali. Ugye rengeteg minerál kiesés volt, ugye, hogy lerakta azt a kettő darab Spine-t. Ugye delay-elte a Link Speed-nek a gázát. Igen. Ami eltek Zerkov. Jön a Baneling Nest egyébként Balitól. Igen, de viszont kész lett Zerkovnak a naturálja.
Tehát, hogy igazából Tsarkov most valamilyen szinten előnyben van. Igen, és ő is elkezdi a Bainlastet. Így van, hozza Tsarkov is a Bainlastet, egy picit későn, de hozza. És ugye annyi különbséggel, hogy ha jól látom, Bali ugye három szedővel szedi a gázt, még ugye Tsarkov pedig csak kettővel egyelőre. De viszont Tsarkovtól jönnek a Queen-ek. Illetve most már lassan szerintem jó lenne, a Link Speed is meg lenne neki. Ugye azért most már itt van három darab Queen, ami ugye azért Army Supply-ban egy elég jelentős dolog. Meg hát ugye elég nagy HP-t, tehát ugye 175 igen. HP-s. A Link Speed-et nem kezdte még el, inkább Bailing-et készít Tsarkov. Így van, de viszont Balinál is még csak félúton van a Link Speed. Igen, ez a Scouting Ding. Azt hittem egy kicsit tovább jön. Egyből kis... és egy Bailing-et elvisz. Na, ez fájdalmas. Igen? Hát szerintem ezt Tsarkovnak jobban megérte. Ez egyértelmű. Bali nem figyelt oda teljesen. Kicsit miszmájkrózta az egységeket. Balitól jön a másik gáz. Ugye újból kész lett a NATO, és jön egy Roachwaren tőle. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi jön ki ebből a játékból. Egyelőre even a worker count. Annyi, hogy Tsarkovnak nincs speed upgrade-je. Ugye link speed upgrade-je, nem is kezdte még el. És jön is át a mapon. Egyébként Tsarkov. Igen, ugye Bali ezt látja, vagy látni fogja ugye itt a három Overlordból. És ugye Balitól már jönnek a rócsok. Igen, itt van az az egy darab spine, ami most védekezni fog. Ugye nézzük a Bailing-et, ugye egyből mennek a workerekre, három workert elveszít, illetve a spine-t. És ugye most realizált a Tsarkov, hogy ugye már rócsok vannak, és ugye jön is tőle egy ler. Igen, de és jön a kövigáz, jön még két gáz. Így van, úgyhogy ez lehetséges, hogy ez egy... Cancel-ezte a gázt és rócs frencsnál. Igen, a mutaliszkek meglepőek tudnak lenni egyébként. Igen, én is arra gondoltam, hogy ez egy kétbéz muta lesz, de előbb nem. És egyébként közben így a Tsarkov is a csete, hogy hecselőjönben deathfelen is jobb ilyenkor. És ugye nem feltétlen kell a link speed. Igazából igaza van, mert jól jött ki belőle. Igen. Szépen is mikrózta az egységeket. Elkészül a roachforen is. Közben... Igen, ugye jönnek át most a roachok a mapon, és ugye a Balin nem is drónol tovább. Igen, de látta azt Tsarkov, hogy a rócsok elindultak, úgyhogy a lingekkel visszajön. Illetve a két Bailing-gel, újabb három drón. Illetve igen, és negyedik azzal is. Azzal a pár lingel felmenne a Natura, vagy a main base-re, bocsánat, akkor nagyobb károkat tudna okozni, ugyanis Tsarkovin, Spine semmi nincs a igen. Mainben. Ugye a Tsarkovtól most jön két Spine, jönnek a rócsok, jön a rócs speed upgrade. Szerintem ezt Tsarkov meg fogja tudni fogni, pláne hogyha Bali ugye előre vonul és nem várja meg a ravagyereket. A Bali szerintem meg akarta csak nézni, hogy mi várja. Ugye egy picit jobban felkészült legyen. Közben jönnek a rócsok, jön a Bile. Igen. Azért az nem volt rossz Bile. Nem, de ugye cserébe két ravagyar el is esik, vagyis igen. Három. Igen, azért a rócs transfuse az... sokat segít, életben tartja itt az egységeket. A Queen kap igen, egy a Bile-t. Az leesik híre, de igazából nagyon nagy dolgot nem csinál, és ugye Tsarkov itt megment a lop HP-t, és jön is a GG, és ezzel Tsarkov elhozta az első mérkőzését. Hát kíváncsi leszek a másodikra, hogy mit produkált, vagy mit fog produkálni Tsarkov. Tsarkov nyerte. Bali vesztett. Azt mondom. Oké. Okay. Azt mondom, illetve, hogy Bali készül-e most valami speciális taktikával, vagy megpróbálja ugyanúgy a standard játszani, mint ahogy eddig. Nem sokára kiderül.
Hát akkor, akkor go-go. Go-go. Én iszok egy korcsot. Én is azt tettem. No. És akkor a bal felső sarokban spawnolt narancsárga színnel Cerkov, aki Így vezet van. 1-0-ra. Így van, még ellenfele a jobb alsó sarokban a CSOR Sporthol, pedig Bali, szintén Zerg játékosként. Na, és most kíváncsi leszek a két build oldalra. Tehát eddig Cerkovnak talán standard a buildje, ugyanúgy, ahogy Balié. Jön az Overlord, jön a drone. Igen. Így van, ezt szerintem egy standard kezdés lesz mind a két játékostól. Így van, Tarkovtól jönni fog a Hatchery. Még Balitól jön egy gáz. Balitól egy igen, egy gáz first into pool. Így van. Ami... Úgyhogy... Elég gyorsan meg lesz neki így a link speed. Igen, de viszont ugye a Cerkovnak pedig előbb lesz hatchery-je, tehát több lárvája lesz ilyen téren. Ugye most már Cerkov is lerakta a pult. Igen, Balinak még mindjárt elkészül. Így van. Hát annyi, hogy a Balinak viszont nem lesz annyi lárvája, tehát egyelőre csak egy... Sőt. Ugye jön is az Overlord Balitól, és egyelőre csak kettő darab Ling jön. Tehát ugye egy lárvát tud csak alakítani. Igen, jön a Queen. Így van. Most jön a Link Speed. Igen, és ugye itt a Cerkov látni fogja, hogy... Hogy ugye még nincsen creep. Tehát, hogy itt valami sánt itt, ugye meglátja az első linget. Igen, be is jön egyébként az overlord. Igen, jönni fog a Pine, jön a Billing Nest. És jön 10 darab link Cerkovtól, úgyhogy ez talán egy kicsit overreact. Talán. Hát, és ne, nem látja, meg... hogy nem látja, hogy Bali mit csinál, mert azt nem scoutolta. Ami viszont még meglepőbb, hogy Balitól jön egy ler. Egy elég korai ler, 2.35-nél rakta a lert, vagy hozta a lert, és jön egy Billing Nest a Fiddling mellé. És Cerkov is nem a Billing Speed-et, hanem gondolom a Billingekre gyűjti a gázt, tehát ugye a Billing Bankra. Igen, közben... Linget most ugye ide készített Cerkov Balinak a harmadik jára. Gondolom várja, hogy kimozduljon Bali. Igen, közben Balinál elkészült a speed. Így van. Elkészült és... a lair. Igen, és én arra tippelek, hogy szerintem ez egy Billing Speed miatti lair lesz egyébként. Hogy az miatt jön ilyen korán. Kettő linget előre küld scoutolni. Szépen Cerkov, és jön 4 darab Billing. Igen, kettő darab Billing elveszett. Szépen megfogta ezt Bali. És Dropper Lord. Dropper Lord. Így van, drop, kettő is ráadásul. És ezzel nem viszont Cerkovnak nem lesz semmije. Nem, és jönnek ugye még a három Billingek. Queen van, illetve a két Billing, de ugye mind a kettő nem van onatom, vagy mind a három Queen. Igen. Nézzük, hogy Bali ezt hogy játsza. Egy Billinget elvitt. Szépen itt lent futkos, közben készül a roach-ren, és befut a mainre. Igen, és most a linget a main base-re. Igen, nagyon szép. Jön fel a Baneling. Lent elkészültek a Banelingek, belerobbannak a Queen-ekbe. Igen, ez eddig Cerkovtól egy nagyon szép mentés, és ugye itt jön igen. A roach-várem. Itt a három Queen az azért elég szépen tud deffelni, ugye jön föntől a kettő darab Baneling, készül a roach várem.
És ezzel szerintem felkap valamilyen szinten megfogta ezt a pust. Igen, és talán előnyben is van. Van, igen. Ki tud hozni rócsokat. A srácok szerintem nem sokára belinkelik neked, de közben nézzük itt a fightot. A bélingek egyelőre a semmibe mennek, egy darab bélingbe talál. De ugye az viszont nem elég a drónokhoz. És Bali tovább folytatja a lingezést, illetve közben makróból hozza még a rócsvárent. Igen, ezek hát kellenek a rócsok, újabb dropjon. Hello, little Simon. Igen, de Starkov már látni fogja, hogy készül a kriptumor, és ugye az a dropperről nem fog addig felérni. Tehát ezt igen, itt Starkov látni fogja. Jön a harmadik Tarkovtól is. Így van. Ugye ezt már látja, reagál is rá. Ugye most már jönnek a rócsok Tarkovtól. Így van, lefókuszálja a kettő darab Bailing kont. Igen, nagyon szép. Így van, és közben kirakja Tarkov is a harmadikat. És jönnek a rócsok. Ja igen, közben a chat beállításaim miatt a link az nem megy, de majd megoldjuk. Hát más nem suttogóba át tudjátok neki küldeni. Na, de közben nézzük tovább a meccset, ugye itt Bali megindul egy egész szép ring armival, illetve jön 3-7 darab rócs mellé. Ugye itt nézzük, hogy Tarkovnak mi lesz rá. Szerintem le fogja cancelezni ezt a hatcherit. Igen. Így az van, az utolsó pillanatban lecancelezte a hatcherit. Ugye most Tarkovtól is jön a lair, és ugye a main base-en megvan ugye mind a két gáz, illetve a Naton is, csak a Naton még ugye nem szedi. Igen. Hát egyelőre Bali vezet worker count-ban. Igen, Bali ezt nagyon szépen kijátszotta. Tarkov itt berepül, megnézni, hogy esetleg nem-e valami Mutalix gyanú van, de nem, mert Hydra jön helyette Balitól. Tarkov közben visszarakta a harmadikat. Igen. Jön egy Evo Chamber Tarkovtól. Bali visszafut, hogy újfent leszedje. Itt van itt vagy egyébként, Szalti? Itt vagyok. Ja, csak már nagyon elhalkultál. Ja, na, azt nem tudom miért. Közben Bali visszafut, és újabb drop jön. Igen, de ugye ezt igazából Balinak már el kell engedni. Ugye most Tarkov látta Hydra-den, tehát ennek a dropnak igazából most már úgy lenne talán értelme, hogy Overlord speed is lenne a lordokon, de ugye jelenleg igen, még nincs. Közben és ugye itt a Tarkov látja. Közben készen a masz rá. Így van, ugye más atak egyelőre nem érkezik, tehát Tarkov ezt egyelőre könnyen meg fogja tudni fogni. És ugye nagyon szépen megvárja, amíg kidroppolja Bali a lordokat, tehát, vagy a lingeket, tehát hogy nem fut rá csak úgy, hogy ne tudjon egyből visszamászni a dropper lordba. Nagyon szép. Így van, itt ugye az összes ling az elesik szinte egyből. Közben elkészült a plusz egy range a hidrákra Balinál. És a Starkovnál is jön egyébként. És ez egyelőre a move speed upgrade-je a hidrának, nem a range upgrade-je. A plusz egy ugye Starkovtól. A range az már megvan, az elkészült. Igen? Igen. Ja, tényleg igen, most nézem én is az upgrade lead-et. Igen, Tarkov közben megindul. Igen, a Proper Lord. Amivel Bali egy kicsit cupli blokkba is került jelenleg. De viszont armira Tarkovnak közel egy 30-assal nagyobb armia van. Igen, Bali eddig, ugye, Bali eddig sokkal több egységet vesztett. Így van. Plusz ugye itt Tarkovnak lesz egy plusz egyes upgrade előnye. Nagyon szépen rámegy a harmadikra. Igen, ott ugye a Queen az egyből el is esik. Na nézzük, itt ugye Tarkov az plusz egyel fájtól, tehát ugye itt egy upgrade előnye van Tarkovnak. És
jönnek az egységek. Ez nem nagyon néz ki, úgyhogy Bali meg tudná fogni, de szépen vissza üldözi Cerkofot. És közben massz egységgyártás Balitól rócsokat hoz. És sikerrel visszaverte a támadást. Így van, de cserébe elvesztett 6 darab drónt. És ugye Cerkofnak már jön a plusz 2, illetve jön a plusz 1-es karapész, még ugye Balinak csak most kezdődik el az 1/1. Tehát hogyha itt a közeljövőben mondjuk lesz még egy fight, akkor Cerkof igencsak nagy upgrade előnyben lesz. Vagyis hát ugye ugyanúgy meg lesz neki a plusz 1-es upgrade előnye. Igen. Ami viszont a Bali javára szól, hogy ugye egyel több bézen van, és Worker Count-ban is több mint egy 10-essel vezet. Igen, most már az Cerkof jön egy következő körre. Igen, és ugye itt viszont már két upgrade előnye van Cerkofnak. Ugye két az 1/1 neki, teljes mértékben. Igen, de a reinforcements az elég gyorsan ideér. Ez a tempótlás. Így van. Így van, ugye Cerkof itt már realizálja, hogy drónozni kéne, ugye, hogy nagyon kevés a drónja, be is rakott 9 drónt a productionbe. Ugye egy teljes szatumban most már a harmadik. És szerintem most már Cerkofnak kéne hozni egy negyediket. Mert különben elég nagy bajban lesz. Igen, 20-szal nagyobb az army supply-ja egyébként Balinak. A worker számba 53-57. Igen, és ugye Balitól jön egy Lurker Den, de viszont nem jön Hive, és nem jön Infestation Pit, tehát ugye se range upgrade, se speed nem lesz még egyelőre ugye a Lurkerekre. Cerkof is kirakja a negyediket közben. Így van, ugye egy Cerkof donétel egy pár Overlordot, ugye Balinak már vannak hidrái. A Cerkofnak nem sokára készen lesz a plusz 2-es missile attack-ja. Még ugye Balinak csak most lesz kész az 1/1. Hát igazából a plusz 1 upgrade-del ismét Cerkof, vagy Cerkof tartja még az upgrade lead-et. De ugye egyelőre a Cerkofnál sem jön high tech, se infestation pit. Ugye ő is elkezd overlordokat vadászni. Ugye egyelőre csak Ravager Bile-okkal. Igen, egyébként 4 Ravager. Hát ezek szépen eldonáltát. Igen. 3 egyelőre. 4 darab Ravager és érkeznek az első lörkerek Balitól, még csak 2 darab van. Igen, de az már... Kíváncsi leszek, hogy Bali mikor realizálja, hogy nincs Hive. A speed-et se range upgrade-et nem tud hozni a lörkerekre Hive nélkül, és jön még 6 darab lörker. Igen, és Cerkof pedig Infestation Pit-et tesz, tehát... Hát kíváncsi leszek, hogy a Cerkoftól jönnek a Ravagerek. Igen, Bali tovább megy. Nincs fogy. Army Supply-ban eddig egyenlőek a srácok. Igen, Bali betámad. Itt ugye Cerkof előnyben a High Ground miatt benyeli. Szépek a Ravager Bile-ok is egyelőre. Nagyon saját szép. Magára, illetve Balira is. Bali nagyon benyeli, viszont a lurkerekkel ugye a harmadikra felszícselt, és nincs detection. De, van detection, van overkill. Ja, igen, az armival. Most már itt van. Igen, és itt ugye a lurkerek azok nagyon nagy damage-et osztanak ki. És GG. Na, hát a Bali kiegyenlít. Második game volt. Igen. Nagyon szép. Úgyhogy 1-1 jelenleg az állás. Bali szépen kiegyenlített, úgyhogy jön majd a harmadik game. Harmadik game, így van. Igen, és rátuk azért, tettek róla, hogy legyen mit kasztolni. GG azért szép volt Cerkof, illetve a Balitól is szép volt a játék. De a lulkereket nem is nagyon figyeltem egyébként, hogy bementek oda a harmadikra. Igen, nem az armival mozgatta őket. Igen. Ugye ez egy nagyon szép volt, és Possius lesz a harmadik game. Úgy
Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki fogja nyerni ezt a Best of 3-t. És akkor a jobb felső sarokban spawnolt narancssárga zerg játékosunk, Terkov. Még ugye ellenfele a bal alsó sarokban Balik. Aki egyből egy extraktor trikkel nyit. Így van. És már is viszi az inbase expet. Így van, ugye Tarkov is el fogja hozni, egy picivel később kell előle, hogy a Tarkovnál a hatchery. Igen, közben Balitól jött még egy extraktor trick. És akkor végre jön az az extraktor, ami meg is marad, illetve jön a spawning pool. Ugyanúgy spawning pool extraktor Tarkovtól. Eddig nagyjából valami nagy ezeket a lehetett lulkereket. Hát ahogy kivettem a játékból, igen. Bár mondjuk én nagyon sokat nem láttam Bali játékát, illetve nem is nagyon kasztoltam. Hát azért az meglepő tud lenni, hogyha mondjuk nem a mainben van a lurkerdened, és scoutolja az ellenfél, hogy nem vagy hive-on, és lurkereket hozol. Arra nem számítasz, mert mindenki azt várja, hogy akkor amint megvan a lurkerden, közben a hive is, és mennek az upgrade-ek. Tarkov nagyon szépen átvitte a drónokat, egy gold fieldeket is szedje, és Bali is szedi. Így van. Viszont sokkal kevesebbel. És Tarkovtól jön a link speed, és jön egy szép mennyiségű zerling. 8 darab. Így van. Még Balinál... De egy Evolution Chamber Balitól. Na most ez egy plusz egyes link miatt lesz esetleg? Lehet, viszont a lingek nem jöttek. De most, most jönnek a lingek Balitól. Most már jönnek. Igen, Tarkovtól ugye közben jön egy Bailing Nest. Igen, Tarkov elment scoutolni. Igen, jön a plusz egy melee a lingekre, illetve a Tarkovtól jön egy Lair. Igen, Bali kirakja a harmadikat, tehát egy picit talán unorthodox módon, oda, ahol a negyediket szokták általában. Ugye a link speed Balinál az, nem sok, az készen is van. Tarkovnál egyelőre nincsen link speed. Ugye még el sem kezdődött, ugye hoppá-hoppá jön három gáz. És... Hát én kíváncsi leszek, hogy Tarkov mit fog hozni. Én is. Most jön a lár, mindjárt kész. Tarkovnál van annyi gáz, hogy egy Spire-t el tudjon indítani, ha szeretne. És ott is igen, lesz. Igen, és ott is a Spire. Közben jön a Scout, megnézi, hogy Balinak milyen van. Bali igyekszik az erglingjeit eldugni, de hát... Az... Próbálja elérni, hogy ne scoutolja a maszlinget. Tarkov. Egyelőre elég jól teszi. De egyáltalán nem számít rá, hogy mutaliszket fog kapni cserébe. Hát igen, kérdés az, hogy Tarkov addig túléli ezt az egész mutatványt. Ugye még azért a Spire még csak fél úton van, és rengeteg a
a bali link, de viszont cserébe van béling. Cerkovnál van béling, és hogyha bali csak úgy felfut... Úristen! Ez egy nagyon nagy donét volt balitól jelenleg. Igen, hát az armia nagy részét. Ezért kell egy-két linket előre küldeni, megnézni, hogy mi van fenn. Fú, ez fájdalmas volt. Cerkovtól ugye jön a Queen Wall. Gondolom hot positionen vannak a Queen-ek. És 6 darab muta biztos, hogy tud jönni. Ugye arra már van gáz a Cerkovnak, szerintem jönni fog mindjárt mellé egy hetedik is. Itt azért az, hogy előre küldi a Bailingeket, és ez a Bailingek számát nullára redukált idéglenesen, az nagyon jó. De még szerintem Bali mindig nem látja, hogy Spire nem, van. Nem, még nem látja a Spire-t egyelőre. Most a mutaliszkeket. Igen. Igen, hogy a Cerkov közben Bali lesznájpolt egy extraktort. Igen, közben jönnek a spórok. Igen, ha ugye a Cerkov rámegy a harmadikra. Jön 3 darab Overlord közben még Balitól, és Cerkov ugye elkezdte a plusz 1-et a mutákra. És ugye itt nagyon szépen leszedik a muták még a Balinak a maradék armiát. Igen, és igazából... elég Overlordnak innen a mapon. Tehát az itt Balinak nagyon fog fájni. Igen. Bali vissza is próbálja őket húzni biztonságba, de... Mutaliszkek elég gyorsak. Igen, tehát itt ugye már a harmadik Overlord esik el. Balitól jön is a Hydradel. Így igen, van. A 3 sportba azért okosan nem támad bele Cerkov. A mainre is jön, még 2 sport. Igen, közben itt a fiúk csapatják a kommenteket a cseten, hogy valamilyen Bali haragudott arra az extraktorra, az egy gonosz extraktor volt, vagy nem tudom. És itt igazából Cerkovnak most ugye nagyon jók ezek a muták, ugye tudja vele tartani a map control, tud vele harassolni, ugye most egy queen el is esik, illetve egy muta is elesik. Igen, hát eddig 65 ling esett áldozatul a fightokban Bali részéről. Cerkov hazajött a mutákkal. Itt lesz egy Baneling runby. De Cerkov mintha érezni. Pont arra repül a mutákkal. És megtalálja. Hiába van meg a Baneling speed, azért ennyi mutával gyorsan lehet redukálni itt. Jön a Hydrákra a plusz 1 attack, illetve a movement speed upgrade, és Bali megpróbálja kirakni a negyediket, hát pont ott várakoztak a mutaliszkek. Igen, ugye azért jó a muta, hogy elég jó map control-t lehet vele tartani addig, amíg ugye nincs infestor, illetve hydralisk. Igen, azért a Queen szám, a hydralisk szám már elég szép ahhoz, hogy Cerkov azt mondja, hogy ebben nem áll bele. Igen, ugye Cerkovtól érkeznek a lingek, érkezik ugye a plusz egy karapész a mutaliszkekre, illetve az egy-egy érkezik a lingekre. Igen, azért 18 darab mutával azért lehet fájtolni. És újabb 7 készül. Tehát így van, és Bali elfekszik ismét a mutaliszkre. Igen, az a negyedik base az esélytelen volt. Igen, az el is esett, az ugye azon kártása volt. Igen. Tehát az ugye kapásból mínusz 300 minerál. Bali ismét megpróbálja kirakni a negyediket. Közben pedig Cerkov ugye harassal a mutákkal, a makrózban. Cerkovnál ott van a negyedik.
Igen, visz egy extraktort is. Igen, a spórokkal már fel tudja venni a versenyt, ennyi mutaliszt kell. Zárkóf. Igen. És ezt is teszi. Itt nagyon sok drónt megöl. Közben itt vannak az infestorok. 14 drón, plusz az infestorok. Az infestorok. Az nagyon fáj. Igen. Lényegében ellettek turnételve. De itt lehet, a negyedik az lehet, hogy megint el fog esni. Ugye egy darab spór van, ráadásul az is messze van. Ugye cancel ismét nem érkezik a hatchery-re, és szerintem az a hatchery el fog esni. Hát nem volt transfuse rajta, azt kellett volna, igen. Akkor talán életbe lehetett volna tartani, amíg odaérnek a hidrák. És hát ilyen a muscling, muscbén hidraliszkeknek nem sok esélye lesz. Hát, ellen más opció nagyon nincsen. Újra megpróbálja kitenni a negyediket balé, de az... Nagyon azért... szép a fungál egyébként. Igen, amikor. Nagyon, nagyon, de egyszerűen annyi egysége van itt Cerkovnak, hogy Balinak esélye nagy. GG belte. És ezzel hozta Cerkov ugye a kötelezőt, tehát a harmadik meccset sikerült neki behúzni.